open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után vagyunk pontosan, 15 perccel, vagyis 4:45, jó reggelt. Hello Feri, hello Jánosztó! Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Egy újabb csodás hét, egy újabb csodás hétfő. Mennyire csodás ez a hétfő, mi? Igen. Én most úgy, jó reggel, de jó ez a tingli-tangli fos. Tök igazad van. Féri, most úgy érzem, mint egy éve nem találkoztunk volna. Igen? Na, akkor most nagyon jó lesz, mert tele leszel élményekkel. Így van, mesélhetsz, új impulzusok érnek velünk. Keveset tudok erről. Örögni, pesegni. Keveset tudok erről mesélni. Ja, ez már a túlpihenés állapota. Ez már a túlpihenés állapota, igen. Igen, igen. Fius hétvége volt Balatonon. Letegyük le a pontot és beszéljünk másról. Péntegen elköszöntem kis családomtól és tegnap. Tegnap sikerült visszatérnem, és hát nem mindenre emlékszem. Rögtön ide jöttél, vagy pedig még azért hazamentél tegnap este? Próbálom összerakni a mozaikokat. Valójában mi történhetett? Mit szóltak a régi lakásban az új tulajdonosok, hogy még oda mentél vissza emlékezetből? Előbb elhagytam a helyet. Ja, már, na már, 6 éve nem, ja, basszú, ne haragudj, bocs, feküdjetek vissza, sziasztok! Köves Kálon voltunk, képzeljétek el, annyira jó az a helyen, úgy aha. Szeretem. Az északi park Toszkánája, Káli medence, nyugalom, csend. Hát maradt valami a településből, vagy felvertük a nyugalom falut, és kicsit. Csend, amíg oda nem értetek, gondolom. Igen, most katasztrófa sújtott a terület. Most ott utókezelik a dolgokat. És ott kivettünk egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kúria jellegű kis kúria, értitek, dolgot. Hát, jó volt. Nagyon szép hely. Csendes zárt. Láttál belőle valamit, vagy ahogy megérkeztetek, azonnal elkezdtetek tombolni. Arra még emlékszem, bulizni. Hogy megérkezünk. De szép hely. Itt a vége. És arra is emlékszem, hogy már vasárnap. Szóval jó volt, igazából jó kis hétvég volt. Az idő nagyon jó volt, hallottam, hogy itt esett egy kicsit, ott valahogy megúsztuk, egy-egy zápor meg zuhi volt, de nagyon jó, kiváló borok, éttermek, úgyhogy nem volt más nagyon. Jó volt, jól sikerült. Hányan voltatok? Heten. Amire emlékszel. Igen. Többen nem tudod, hogy érkeztek ennek. Heten voltunk, az biztos. Igen, akkor mindig van lemorzsolódás. Igen, kettőt elveszítettünk vasárnapra, hogy temettünk haza. Kettőt el kellett temetni. Ők is lassan hazaérnek. Úgyhogy igen, heten mentünk. Mint a gonoszok, ahogy szokták volt mondani. Egy évi egyet tudtok ilyet csinálni? Vagy Ebből több van. Aha. Többet. Többet van egy, ilyen nyár, ez a nyár köszöntő volt. Van egy nyár búcsúztató. Van egy nyári. Aztán talán ennyi. Az szokott a balcsi lenni. Az a balcsis. Aha. Az mindig a balcsis. Így van. Az, amikor megyünk strandról strandra, és akkor ez a klasszik lángosról. Mi nagyon-nagyon szeretjük. Ez a nyár köszöntő volt. Hát le kell menni felmérni, így hogy érdemes-e még nyáron majd visszamenni. Hát, hogy meg, hogy a családdal egyáltalán közelébe mehetsz-e a Balaton. Így van. Ugye? Mi most már felmértük, hogy békés-e a Balaton a család számára. De úgy állapítottuk meg, hogy békés. Úgyhogy neked rabló keszek hordák, amik elhordják a fürdőzők. Úgyhogy jöhet a család majd. Jöhet a család majd Balatonra. De tényleg jó volt. Hihetetlenül fejlődik a falu egyébként. Itt egy kis borkonya, ott egy kis étterem, ott egy kis terasz. Tehát annyira jó, hogy nem is gondolnád, hogy egy sima egyszerű kis faluban ennyi minden van. Az a kérdés, hogy mikor fog átbillenni ilyen. Lehet, amikor ez túl sok. Igen. Mert ugye pont az volt az érdek, vagy az hogy a jó benne, vannak. Hogy alig vannak, most már nem, de hogy szerintem annak idején, amikor így fölkapták, ugye, ott van az a nagyon híres étterem, ott is az volt, hogy bármikor be tudtál sétálni. Üres volt, képzeld el. Tényleg? Nagyon durván. Tehát, hogy így azt hiszük, hogy foglalni kell, és így hétvége, szoba délután kajáltunk ott egyet, nyáron körül is egy asztal. Aha. Szerintem még nem indult meg a szezon. Tehát, hogy még azért nincs igazán szezon. Hát, meg lehet. Amíg a suli tart, amíg tudod, amíg nem nincs olyan jó idő. Tehát még nem. Mert igen, valószínűleg féltek tőle, hogy leszakad az ég vele, hogy Balázs is mondta, nem tudom, látok, mi volt Feri a Velencei-tó környéken, de azért szombaton itt volt egy-két olyan zápor, hogy és ilyen teljesen váratlan módon csapott le. Tehát igen. Ugye, irgalmatlan eső, mondjuk 20 percen keresztül, utána meg egy óráig semmi, aztán megint a semmiből jött valami. Valószínűleg nem jött még nem. Nálunk is, és a múlt héten mozdulni nem lehetett a tóparton, se a strandokon, se a bringa úton, tehát mindenki ott volt, és tök érdekes, hogy most azért el lehetett szerintem menni egy biciklitúrára, de nagyon-nagyon kevesen voltak. Mi tettünk tegnap egy tókört, és akkor így alig pár emberrel találkoztunk. Igen, meg suli nincs szezon. Ja, most fog, majd figyeljétek meg, az be fog durrani. Jó időt is prognosztizálnak, egyrészt, másrészt meg lassan, tényleg lassan vége van a sulinak is. Ott robban ez igazán. Most régen, sokan lesznek.
Azt, ha segítsetek, már mondjátok meg, hogy nekünk miért kell egy hét múlva még a suli zárás után évzáróra menni? Hogy ezt ezt tudják. Azt nem értem. Úgy van, megy az egy hét még, ami most van. Igen, ami hét, már ugye hétfőket szerda. Hát már tudjuk, enyhe alibizés. Hát kicsit bejárunk, ugye már nyitott ablaknál, így bámulnak ki a gyerekek, nézik a madarakat, és utána még egy hétre kedden menjél be évzáróra. Ez úgy szokták, hogy úgy gyorsan lezavarják együtt. Hát több hely is van, mert beszéltem egy pár ilyen ismerőssel, és ők mondták, hogy náluk is van, akinek mondjuk betették az utolsó napot. Vissza kell menni? Igen, igen, hogy meg kell írni még a izéket, mi ez a Isten víz. Igen. Lehet, hogy ez. Tök érdekes. Hát most mondjuk, ha kihagyjátok, sincs nagy baj. Ne, én se pánikolok, szóval nem tudom, érezted a hangomban, hogy srácok, mit hazudjak oda benne, hogy nem tudunk bemenni. Igen, nem fogják felsorolni ezek a nevét. Igen. És akik most nincsenek itt, a fekete listások, szeptemberben legyertek. Nem azért, csak úgy elkezdtem gondolkozni, hogy nem lehetett volna véletlenül így betolni egy kedre, amikor még járnak. Igen, hát amikor még ott van, azt praktikus, igen. Praktikus akkor. Meg ez a törthetet se értem. Tudom, hogy ez ugye egyre följebb van, mint mondjuk az iskolák, tehát hogy ezt nem ők határozzák meg, hogy mettől meddig kell járni. De az a három nap őszintén. Azt megmondják előre, hogy meddig tart az iskolai term, csak az hivatalosan addig. Amikor az O betű fölkerült a táblára, vagy a felkiáltója, vagy nem tudom mivel kezdtük, vagy elejéről kellett kezdeni? Nem, vakáció, óval. Tehát hátulról kezdtük. Szerintem na ott a általános iskolás korodban, ott tetted le a lantot. Ott vége volt. Ugye? Ó betű fönt volt. Meg vagyunk? Ó, jó. Cio, áció, káció. Igen. Mindig színes. Minden betű más színnál, ugye? Igen. De jó volt. És vetted el a gazdag iskolákba. Igen. Ti zsírral kentétek, a jubélból kentétek a falra biztos. Mi egy széndarabból. Egy széndarabból írt. A frissen megszállt falra. Ráadásul még zöld táblára is futottam. És azt a tanárt, hogy gyűlölted, aki letörölte ezt. Mert az igazán rossz felség volt, nálunk már ilyen nem volt. Nálunk volt. Hármas osztású volt a tábla, és akkor az egyikre el lehetett kezdeni. De az, hogy valaki bejött és letörölte, azt tudta, hogy azt ott meglincseljük. Matematika tanár. Mi megfélemlítettük őket. A hozzá a letörölni az igazi görénység. Szóval az 8 napig már bírt ki, hogy ott oldalt való, ott vagy vakáció, nem? Ciónál jött a tanár úr. Neki kell a hely, majd újra rajzoljuk, és ilyen teljesen összetörve néztél, hogy mi van? Miért tetszik ezt csinálni? Micsoda trauma volt, amikor ilyen csúsztathatós nálunk, azt hiszem, hogy a kémia teremben volt, ami egy nagy előadó terem volt, picit ilyen egyetemi jellegű, ilyen csúsztatható tábla, amit fel lehetett tolni, és bementél szeptemberbe, és a feltolt táblán ott volt, hogy vakáció, és mindenki... volt, vakáció volt. Igen, de nem azt nem törődtek, mert csak feltolták. Úristen. Még át kellett volna húzzátok egy nagy keréktával, hogy vége van, jelezzük ezt is. Nem, azt a kémért találnak kellett volna járni. De vége! Tanulunk! És tudtad, hogy vége, aztán tudtad, hogy majd mész vissza, újra találkozol a barátokkal, de egy kicsit addig ott lehet bandázni még. Fú. 2,5 hónap szabadság. Na, az jó. Beláthatatlan távolságban még a szeptember ilyenkor. Ha most nekünk is Benni sulis szeptemberben, és ugye az iskolai szünet sokkal hosszabb, tehát az ott azért nagy szakkör lesz, mert óvi ügyelet, törődő. Ott van még ügyelet. De azért az mennyi? 2,5 hónap? Vagy nem tudom mennyi. Ott lesz logisztika. Az nem lesz egyszerű megtölteni tartalommal. Az nem. Ha még a tartalom, mert a gyerek megtölti, igen. Szerintem önmaguktól, érted, ha már két gyerek együtt van, megtöltik ők tartalommal, de hogy azért mégiscsak illik még vele lenni, tehát értjük, hogy iskolás lesz a Benni, de egyedül azért mégse hagyhatod. Hát igen. Ugye? Tehát igen, csak mondjuk ahol a feldőttség. Akkor a korkülönbség, mint mondjuk Balázséknál, ott még azért nem működik a Noel, gyere fogocskázzunk. Jó. De hát akkor se tudod érted, nálad. Igen. Igen. Most oké. Most ennek így most kell egy év. Ugye 3-7, 3-8-ot már összeérnek, igen. Az már jó lesz. Kicsi is motorozik, nagy is bringázik, nagy is, az már jó lesz. Azért most még így egy számháború nem annyira működnek. Nem, még az még nem. Most te bújsz. Jó, az odáig oké, de a leolvasás, nem tudom a számokat. A bujócskánál még lehet, hogy Noel még egy ideig ott nem lenne meg, vagy nem tudom. Vagy a Berinek lenne igen, nehéz dolga, hogy elbújjon. Másfél évesen most még azért az annyira nem megy. Van egy csomó óvi, képzeljétek el, akik nem csinálják az ügyeletet. Most olvastam a ügyirekben, hogy kötelező egyébként mindenütt fenntartani. Ki van írva, hogy ezt tartani kéne? Igen, tartani kéne, és vannak óvodák, ahol azt mondták, hogy nem tudják megoldani. Ez nem túl sportszerű. Mit csinál a szülő? Mondjuk egy olyan településen, ahol egy óvoda van, mert gondolom, például nálunk a kerületben mindig úgy van, a 13. kerületben, ki van jelölve mondjuk egy óvoda, aki ügyeletes óvi. És akkor oda el tud vinni a gyereket, hogyha végképp nem tudod megoldani a dolgot. De mondjuk, ahol egy óvoda van, egy településen, azt mondja valaki, hogy
Sajnos nem tudjuk megoldani, kedves szülők, oldja meg maga. Az nagyon, igen, erről sokat beszéltünk, az nagyon kemény. Szülők, nagyszülők, Szabi, nem tudsz mit csinálni. Nem tudsz mit csinálni. Jó a kávé? Még a gépbe volt. Aha. Nem isztok kávét? Hát marhára innánk. Csak, mert tudom, nem úgy értem, hanem még a gépre nem nyomtok rá, mert én meg is mindig megráztam, és még mindig volt. Nem, van, tehát már lenne más forrásból, tehát meg tudnák oldani, csak ugye a múlt hét elején valamikor ezt belengedte. Visszakapja Viki az autóját, visszakapom az autómat. Te mit csinálnak az alakocsin? Én nem tudom, egy hete ülnek rajta, megőrülök már. Érdekes. Mondtam egyébként, szombaton mentünk. Hatan állják körbe és vakarják a fejüket, basz, és most már agyvérzést kapok. Szombaton mentünk ebbe a Western faluba, ami sajnos elmaradt, mert kaptunk egy nagy zápor, de jó fejek voltak, azt mondták, hogy ha majd legközelebb megyünk, akkor bemeltünk ingyér, mert hogy megváltottuk a jegyet, bementünk fél óra, olyan esület, hogy gyakorlatilag semmit nem lehetett csinálni, és mentünk a Balázsék környék, és mondtam, hogy na, bemegyünk egy jó kávéra? Balázs bácsiékhoz. Aztán mondtam, hogy rák, hogy de menjünk már be. Most mondom, tartozik nekünk. Tartozik nekünk. Biztos megvettem már azt a nagyon finom kávét. Ott voltatok arra az éjszaki partim? Nem, hogy hívják, ezt Torgasra mentünk, ja. Aztán ugye vasárnap volt egy kis jelenésünk Balatonkenesén, ahol ugye Sarkadi Anna nevű 13 éves kis leukémiás kislánynak rendeztek egyébként a helyek egy szenzációsan sikerült futóversenyt, meg mindenféle ilyen zsebből, gyakorlatilag egy ilyen népünnepi változat az egész. Futóból 280 volt, majd cirka 1 millió forint jött össze ott. Na, a helyszínen, úgyhogy nagyon-nagyon sokan voltak, abszolút példaértékű volt, hogy a településen mindenki el egy emberként, sőt még azért több településről is jöttek Balaton környékéről, meg más városokból is, hogy segítsenek, és hát ilyen fantasztikus rendezvény volt. Eredetileg egy ilyen kis helyi dolognak indult az egész, aztán szinte ilyen országos mozgalom már nőtte ki magát, és marha jó hangulata volt az egésznek, meg gyönyörű idő is volt, úgyhogy... De jó. Meg amúgy is Kenesen nagyon rendben van. Ja. Hú, nagyon, tényleg. Ja, akkor visszafele tudtatok valami. Persze, és akkor mondtam, hogy bemegyünk hozzátok, aztán, hogy megkávézunk is, de aztán Virág lebeszélt róla, mert nem volt kedve bevenni. Nem akar? Ha mondtam, hogy nem, imádlak, mondom, baba, 10 gyerekből 9, azt mondtam, hogy igen, menjünk be, Virág meg. Adjál már. Ha ma véletlenül bemennék kávézni, akkor termoszban hozzá, mert nekünk is az Annával jó. Hát, teljesen egyértelmű, úgy készültünk volna. Meg lesz, gyerekek. Kicsit tartsatok ki. Én ma még valamit kipréseltem ebből a gépből, de hát nem tudom, mi ez. Most kávé, vagy zac, vagy valami még kijött, de lesz kávé, ígyetek el. Csak ki kell várni, hogy jó legyen. Mi nagyon várjuk. Teniszt nézett valaki tegnap? Hát azt látok, hogy Joko ugye behozta. Tehát gyakorlatilag... Nem volt egy túl jó döntő az a helyzet, hogy én nem megyem Murrayt, nem szeretem, mert kettő keresztbőt az föladja, és akkor 6-2. Nem volt jó meccs. Én néztem. Joko-val játszott? Joko-Murray döntő volt. Azt hittem jobb lesz, főleg úgy, hogy legutoljára Murray gyert Joko ellen, de sima Joko. Hogy sima. Ja. Egy szettet vett el a Murray. Úgyhogy Jokónak megvan a karrierglencem, azért az nagyon szép, mind a négy, meg egy éven belül is mind a négy. Tehát most ért körbe. Tehát a klasszik. Nem tudom, hol kezdte, de hogy a klasszik megvan, igen. Azért az komoly. Az most nem van gyenge. Még valami, ami neki nincs meg. Nem nagyon. Ilyen kisebb tornákon még lehet, hogy nem, de igazából a nagyokon, a Grand Slameken, az ATP-k, a Masters-eken, ezreseken, más szerintem ott már minden behúzott. Olimpia szem talán még, meg ilyenek. Igen, tehát lehet, hogy olimpia még nincs. Aha. Ezt így azért annyira nem tudom, de nagy tornák közül már minden megvan. Már most Rióba indul szerintem, meg Roger is el akar, ha nem sérült. De ez milyen? Túl vagy a 100 millió dolcsim. Igen, megszálltad, már megvan. Úgy megnyugodhatsz, hátradőlhetsz, nem? Úgy nagyon már nincs mit megcsinálni. Hát, a sportágban nyilván hajt még az önbecsülés, meg hajt a sikernek a szeretete, de hogyha mindent így összeraktál. Azért az úgy meg vagy. Igen, hát. És az a mosart ilyen 12-nél vagy 13-nál, tehát még akár Roger is befogható. Grenclemeket illetően, hát még mindig csak 20 akármennyi. Miért Rozsénak mennyi van? 17, azt hiszem. Nem lesz több. Hát, nem. Ha egyszer lejár, akkor a királyoknak is lejár. Ha lejár, igen. Ott 7-szer kell egymás után 3 szettet nyerni, szerintem az már Rogerben nincs benne. 2 hét alatt. Az erős. Az erős egy picit. Na mindegy, úgyhogy néztem, nem volt erős, nem volt egy jó döntő sajnos. Nagyon nagy fölény volt. Jól van, megnyertük a múlt hetet? Megnyertük, nem? Meg, nagyon szépen. Volt egy két hetünk, amit ugye csendesen csináltunk meg, tehát egy kicsit így visszavonultunk, állásaink mögé átadtuk a terepet, de most megint föltámadtunk. Behúztuk. Jó van. Drága hallgatóink, na hát akkor rajtatok a világ szeme. Jó, lehet jelentkezni játékra.
Igen. Hát tulajdonképpen ennyi, írjátok meg, ha játszanátok, jó? Fél hét van pontosan, most már nem ismételünk, mert így hétfőn mindig inkább elbeszéljük az időt, hogy kivel mi történt. Azt nézem, hogy van-e közlekedésünk, de egyelőre nyugi van. Ford Transitot átdobtak a szalakorlátan az M6-oson Szexárd felé. Ennyi. De más nagyon nincs, úgyhogy egyelőre mindenkinek nyugisan indul a reggel. Hát akkor kezdjük el. Jó, Ákos elmondja a híreket, mi várunk SMS-eket, hogyha szeretnétek játékra jelentkezni. Aztán majd jövünk a játékkal a hírek után. 3:47 múlt 3 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van, de legalább vigasztal az bennünket, hogy jó idő van. Így van. Ugye könnyebb így kezdeni a hetet. Nem mondom, hogy nagyon könnyű, de könnyebb, hogy legalább süt a nap. És végre azt halljuk, hogy 4-5 nap összefüggő jó idő. Most olvastátok, vagy tegnap láttam pont este, hogy... Hogy? olvastunk. Cáfolták ezt az egy hét eső, egy hét meleg. Azt mondták, hogy ha ez elmegy, akkor minden idők előrejelzése szerint minden idők legmelegebb nyara. Trópusi, levegő, sivatagi légtömegek. Állítólag olyan durva lesz, tegnap egy elég komolyan előrejelzés sikerült olvasni, hogy készüljünk. Aha. Tehát vége a júniusnak, kis eső, kis nap, nagyon cuki, oké, el. Ezt kimondtam. Szilárd. Nem, valahol tegnap, de hosszú. nyomtak egy Ctrl DLC, nem tudom, mint a francba az egész, ez nem jó. Azok olyan meleg lesz, hogy minden meleg rekord megdől. Minden meleg rekord megdől. Aha. Úgyhogy pont a múlt héten szeretettem a klímát. Nagyon megdől azért. De vágó. Feladtam, gyerekek, feladtam az elveimet, és természetvédelem ide-oda. Megjelent a klíma a lakásban, úgyhogy én mondtam, hogy nem. Szóval, hogy akinek öt anyja van, azt tartson ki amellett, hogy most nem szerelünk klímát, mert vigyázunk a természetre, egyet több vagy kevesebb, az nem érdekes. Mondja ezt minden kínai is. Ugye, egyet több autó vagy kevesebb, nem érdekes, ezért lett pont 3 milliárd több autó. Felszeretettem egy klímát, de csak meg a nem kell ilyen nappal mennie, persze. Tehát érzed, hogy mikor vár a szükség, mert utána nagyon át lehet billenni, akkor jön majd a légiós betegség. Nem, mi nem nyomunk durvát, tehát a kint 30, akkor ilyen 25-26. Tehát ez a 18-at a Viki nem engedi, mert megértem. Tehát azt mondják a klíma használatra, hogy mondjuk 3-5 fokkal annyi. Csinálja kevesebbet, mint ami kint vagy. Van már jó. Már jó. Most ehhez képest van nekem is, 18, hadd szóljon. 18 brutál szeretet. 40 fok van kint. 4 ventilátor jelenjen meg, aki ezen tudod. Egymás óráról tördelitek le a jégcsapokat minden reggel. Nem, felszeretettem. Hát most van hely, hogy a kazánt elvitték, ugye rossz? Kazán. Ne, nagyon csillivilli lett. És működik? Ilyen kazánom le, gyerekek. Nagyon jó. És mindezt úgy, hogy egyébként adásba jelentkezett. Pofára vagy minőségre? Nem, minőségre. Elengedtük a design kazán vonalat. A szónőr vonalat elengedtük, és Vajlandra álltunk át. Jól és csendes. Van meleg víz, nem kér kenyeret, tudja, hogy a kis gazdáját ki kell szolgálnia, dolgozik, megbízható, és tehát a másik már olyanokat csinált. Kezdett meghalni, elfogyott az oxigén, ezért minden fél órában így elkezdett dübörögni. De így mi összekapaszkodtunk így a vacsoránál. Ha felrobbanok, tudjátok, hogy szerettelek benneteket. Így ültünk az asztán, és mondta, hogy meghal a kazán, elfogy a levegő, az így elkezd ugye így pumpálni az oxigén. És így ilyen hangja volt. Menj le a picébe, nézd meg, nem meleg. Szóval milyen jó azért az embernek vannak hallgatóim. Nem ingyen volt, tehát nem ezért mondom, hanem volt valaki, aki adásban jelentkezett, komplett kivitelezőt küldött, és mindent meg kellett ott csinálni. Hát ilyen az, ha villám van, gyerekek. Hát néha a villámcsapás jól jön. Ja. Legalább már, ha magadat mi nem... Mi szeretnénk egyszer egy villát. Ha magadat nem készíted arra, hogy halljon meg a kazán, akkor egyszer csak magától megdöglik. És ilyen akkor elektronikával kezdődik, hogy végigmegy a villám, de ez károsodott a mechanikája. Minden, az egészet gyerekek, elvitte. Minden, a mikrót, a mindent lecserélt. A gyerekágyat, a tapétát, a klímát, hát milyen egy gömbvillám. Érted, az tönkretesz. Nővéreméknél most végigkúszott egyébként. Nem, nekünk csak a kazán tette. Belevágott a kamerarendszerbe, és végigment a kábel, hogy minden tönkrevágott. Meg tudja egyébként ölni pillanatok alatt, nálunk is kamerarendszer. Meg mondjuk olyan túlfeszültségvédett ajzatokkal ezt el lehet kerülni, meg hosszabbítókkal. Igen. De ezt csak most árultad el a nővérednek. Most mondtam nekik, hogy lett volna védelem. Hogy lett volna biztosítás. Meg lehet oldani a dolgot, nem áll Istennek, volt biztosítás. Fizették is nekik, de azért egy pillanat alatt kis villám, aztán gyakorlatilag minden elektromos. Az a durva, hogy igen, szóval, hogy akinek nincs biztosítás, nem is értem, fizetsz x évig valamennyit. Nekünk viszonylag azért nagy a ház, és ahhoz képest, mint 8-9-10 forint havonta. Tehát nem annyira nagy összeg. És van egy ilyen kazánkárod, és az elmúlt 5 évet visszajön. Bizony. Tehát tényleg megéri. Hát csak úgy gondolkoznak az emberek, hogy egyébként a 8000 forint, de a 4000 is. Sok. És akkor nem lesz sok, amikor
a baj igen, van. Igen, az még évi 40, 5 évig fizeted, az mit tudom én, 200 ezer, sok, tényleg nagyon sok pénz, de aztán valamit meghal, és pillanatokat az egész megtérül, tehát érdemes. Érdemes, hát csak szerintem. Mondjuk nálatok volt rugalmasság is, mert elnézték a csákány nyomokat rajta. Nem a lábnyomokat a kazánon. Igen. Uram, értem a villámcsapást. Nem tudom, megfáradsz. Van ez a 30 darab luk. Nem, ennél azért keményen, mert azért kárszakértő kijön, lefotózza, megnézi, tehát azért szerintem ezek a biztosítási trükközések, ezek régen mentek, most már az ember legyen a talpán, aki megvezeti őket, nekünk is jött, fotózott, megnéztem. Ilyenkor le kell adnod a rossz kazánt, a biztosító elviszi? Elvinni nem viszi el, de kijönnek, kárszakértő, lefotózza, bekérik a szerelőtől a lapot, ki kell állítani a szerelőt. De leszentik nem oda, most felszerelték, ott van négy fal, négy darab kazán, most a fal alá, három rossz, egy működik. Mert akkor tudnánk béreltetni a kazánodat. Melyiket, az újat? Biztosítási csalásra. Ja. Nem, a régit. Ja. Érted, hogy 20 ezerért el tudod vinni, akkor, ugye? Aha. Utaztatom a kazán körbe-körbe. Nem rossz. Tedd föl a Bali rossz kazányát, és utána fotózd le, és vedd le, és tegyél egy újat. Jó, nincs jobb, mint a rádióban. Nem, ezt elvitte, de az vitte el, aki a kivitelezést csinálta. Na jó, van, játszunk, nézzük meg, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt, Jézusom. Kiszakad a fel. Jó reggelt. Szia. Ákos, hello Ákos. Jó reggelt, első Ákos. Első Ákos? Első. Na jó van. Hát a héten. Egyébként tényleg, így van. Első István is lehet, első Géza, minden. Mindenből az első vagy, mert az első játékosunk vagy. Ausztriában, Ákos? Így van, most éppen Ausztriából telefonálok. Hát ez már nálunk sajnos a szomorú magyar valóságot ilyen tükröző, hogy hetente van néhány játékosunk, hogy külföldi. Ott is dolgozol, ott is élsz? Nem élek itt csak dolgozni járok át, és olyan szerencsém, vagy körülbelül negyed óra alatt érek a munkájára. Az menő, az menő. Mivel foglalkozol? Napelemeket telepítünk, programozunk. Ha, nagyon jó. Okosak ők már ugye erre mindenféle. Nagyon megújuló. Nem ők okosak, most már mindenki, mert Magyarországon is egyre inkább terjed el, csak itt jobb a támogatása. Ma ezt akarom mondani, pont így fejeztem volna be, hogy ott azért erősebb a támogatás. Így van, igen. Sokka. Ákos, megvan a lehetőséged, hogy válasz valakit. Maradj le. Kivel nyitnád a hetet? Én csak mondom, erősen másodos vagyok. Ez a beszéd. Nagyon jó. Na, nagyon jó. A beszéd. Hagyj békén a beteget. Játszanak a frissek. Indítjuk az órát, Jani. Trito van fejér. Első Ákos van, második Ákos? Már hogy gyerek? Gyerekről nem tudok. Köszönjük szépen. Nem volt hosszú. Annyira zavarba jöttem. Igen. Meglepődtél, hogy a Ferivel kezdte játszani, Feri bekérdezett egyet, elgondolkoztam, hogy bedurrantottad. Titkolni való van, én úgy érzem, gyerek, de mindegy, elengedjük. Most már kimondhatom. Meglepődtél ezen a gyerekes kérdésen, pedig esetben ez indokolt. Nem, teljesen meglepődtem. Azt kell mondani, hogy nincs gyermekem. Arra koncentráltam, hogy Jani, nincs gyermekem, annyira koncentráltam erre a Jani visszaszámolására, hogy egyszerűen fogtam. Tudtam, hogy én vagyok az apa. Hogy berántott? Nem. Most már mondhatom többször is, hogy nem te vagy. Igen. Hát, Ákikám, ez egy fájdalmas búcsút jelent a számodra, és nekünk egy nagyon szép pontot. Szép pontot! Köszönjük! Ez egy kiméletes játék volt, hogy Balázs tudja regenerálni. Nagyon drága vagy, köszönöm szépen, hogy tekintettel vagy a hétvégén. Igen, de nem vele játszottál, tehát azért velem húzhattad volna még egy darab. Igen, Ferit megdolgoztattad volna. Áki, köszi! Hello! Jó, kegyetek! Szia! Vigyázz magadra! Ciao, ciao! Ennyi gyerekek. Hát, el kell adni az alaphangot. Itt nincs kecmec, nincs könyörület. Ez lesz egész héten, jó? Bárhány heted behúzunk a következőjét, ugyanolyan fontos. Olyanok, mint Djokovic. Bármennyi Grand Slamet megnyer, mindig akarja a következőt. 1-0 ide. 3 perc, pontosan 7 óra. Igen. Hát ennyi. Nem is kell más mondani. Nem uralkodott sokáig. Első Ákos. Első Ákos hamar leváltotta a nép. Igen. 3 perc, 7 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, 10 perccel. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk. Hétfő van.
Nem tudok semmit mondani, ami bizakodás alatt nagyon nincs ott. Semmi gond. Hogy majd holnap kedd lesz, és te is jobban lesz. Holnap kedd lesz. Kedden áthúz a szerda, szerdán a csütörtök, aztán már ott a péntek, és jön a hétvégén. Na, hát akkor meg is. Nem lesz semmi gond. Viszont lesz pénteken véradásunk, még ezt mindenképpen fogom mondani. Aha, megint jön a véradó kamion ide, az Ülőút 102 alá, ahogy szoktuk már, lehet is egyébként mondani, hogy a hagyományos véradásunkról van szó, úgyhogy mindenki izzítsa be a kis személyigazolványát, és igyon sokat, és aztán fáradjon be ide. Egy nyár elejét csinálunk, ugye, mert ilyenkor mindig kevés a vér nyáron, elmennek az emberek szabadságra, aki mondjuk rendszeres véradó, ugyanakkor baleset meg műtét az van, ők hát, nem állnak le. A balesetesek sajnos. Meg a kórházak sem, ők hála Istennek nem állnak le, vagy hát majd látjuk. Na mindegy, ez egy másik téma, tehát az a lényeg, hogy gyertek, hogy legyen vér. Szeretettel várunk mindenkit, és jönni is fogtok, mert jó fejek vagytok. Bizonyám. De ez mindig jól sikerül. Mindig. Jön a vörös kereszt, mindig ez azt jelenti, hogy akkor elég, amit kapnak. Jön a sógorom. Hát jön a sógorom. Hát van rokon, ugye el tudjuk intézni. Szeretik a kávénkat, ugye, ha lesz. Ha lesz, gyerekek. Lesz, ahogy ne lenne. Hát hozunk mi. Írj és egy hallgató, hogy Bali, nem hallottam, hogy vettél volna a kávét, klímára telik, a Janiéknak meg egy 350 forintos kávét sajnál, szerintem igazad van, másokon kell spórolni. 350. 350 azért az nem 350, hát itt most csomag kávéról beszélünk, ugye nem adag kávéról. De lesz, mondom, hogy lesz, hát csak kapjam vissza az automat. Olyan kávé lesz. Ja, meg. Már ott van a csomagtartóban, nem? Már 300 kiló, 100% arabika már ott be van készítve, csak véletlenül elvitték a szervizbe az autóval együtt. Lesz, meg lesz tényleg. Ennyi torlódás a Zsoprani határon. Zsebi baba küldte nekünk, csökmő, belterületén a 47-esen a rendőr, a háromlábú mögött Google-ba méri a Debrecen veli haladókat. Galaxis Gabi üzente nekünk. Sárospatak után a 37-es úton a 60-as kilométernél Miskolc felé a rendőrök mérnek, Laci és Meli. Villamos sincs ere miatt a Kozma utca felejtős, aki teheti, kerüljön. Azt nézem, hogy van-e még valami. Orosház és Csorvás között mérik a sebességet, ez ugye a 158-as kilométernél van, a 47-es számú főúton, és Pincei végén lezárva a nagyjárművek számára a 61-es főút, autóbusz áll keresztben, csak személyautó fér el. Ned Barna küldte nekünk, köszönjük szépen. Annácskám játszanék a ballerrel, de hát ez már egy picit megkésve. Holnap is nap lesz, és akkor már aki nem hallotta volna. Így, aki nem hallotta volna Ákos Feri pillanatok alatt. Kivégezte, kivéreztette, és gondoskodott, hogy bezsebeljük az első pontot. Megdöntötte első Ákos hatalmát. Így van, első Ákos. Rövid ideig tart. Sokadik Rákóczi Ferenc, most már is tudjuk, hogy hol tartunk. Nagyon sokadik a sorban. Azt hiszem, hogy lehet-e még valami, de nincs. Van, aki kicsit elégedetlenkedik reggel, mérgelődik, de azt is lehet csinálni. A mi SMS falunk abszolút megengedi, hogyha valaki ballába kezd, kicsit szeretne mérgelődni. Egy órája csak hírek vannak, ezért miért kell nektek ilyenkorán felkelni, és vajon mennyiért? 3x3 ember, 3 adon, mennyi pénz kifizetése fölöslegesen, micsoda rohadt világban élünk. Az a baj, hogy a hírek mennyiséget azt megszabják, meg azt is, hogy mikor menjenek le ezek a hírek, ezt nem mi találtuk ki. Én nagyon szeretem az ilyen eseket. Lehet, hogy ő fizeti a mi fizunkat, csak nem tudjuk, azért háborog, hogy megy ki a zsebéből a pénz. Semmilyen személyeskedés, de megtalál minket, és ezt igenis el is könnyűli. Nem ránk haragszol valójában, gondold át, nem ránk haragszol, biztos vagyok benne. Valami volt a hétvégén, vagy nem volt, ami miatt. Kire haragszol, de nem, belehallgatott az új Petőfibe, biztosan. Nagyon bírom én. Esküszöm, küldök nektek egy zacskó kávét. Előbb ér oda, mint Bali a boltba. Az biztos. Be a Münchenből online hallgat minket. Hát egyébként most a múlt héten kedden hallotta, hogy elfogyott a kávé, és elküldte volna, már itt lenne. Uh-huh. Nevedd magadra, de érted, megírni? Hát most megírni. Ilyenkor meg már hallottad már, hogy Balázs is hozzá ilyen. Persze, hogy blöffre küldeni egyet, hogy esküszöm, ha előbb tudom, küldök. Hát nézd, hát ez bárki meg tudja csinálni, nem? Megvenni, becsomizni, feldobni. Az könnyű. Akárki, akármikor. Persze, hát most érted. Bali, kapsz egy autót, Bali, ha hozol egy kávét nekem. Micsoda? Ja, kopasz küldte nekünk. Az jó. Figyelj, egy kávér. Egy kávér, egy autó azért az megéri, nem? Attól függ, milyen az autó, de... Egy olyan szép kép van most a laptopomon, mert nekem mindig cserélődik, de annyira hangulatos. Egy ilyen képernyővédő? Egy képernyővédő, ez nem a saját laptopom, hát ez nyilván nem Magyarországon van, egy ilyen sziklás, erdős rész látszik, brutálisan csillagos az ég, és egy zöld sátorban pihen valaki, és annyira hangulatos, hogy komolyan mondom, kedven támad sátorozni. De ez csak így képernyőről. Hát ez egy képernyővédő, igen. De látszik... már úgy így sátoroznál csak. Nem, hát hogy a kertbe kirakom.
a sátra. Tényleg jól néz ki. Ez egy közeledő erdőtűz van rajta egyébként. Ausztráliában készültek, nem is nagyon erdő, inkább bozótűz. És ők még ott látszik, hogy belülről világítja meg a fény a sátrat, és hogy miért történhet ott bent bármi. Tök hangulatos. Nyugiba alszanak, aztán egy fél óra múlva meg ott fölzabálja őket egy rohadt nagy grizzly. Igen. Na, nem tudom, te csináltad ezt a képet? Ez a saját te túrázta? Ne, azt mondom, azért az... Kívülről. Ennyire nem lehetsz jó, Jill. Igen. De a kertes túrázás az jó ötlet, mert akkor be tudsz menni az ágyadba, hogyha mégiscsak nyomna a kis derekadat. Hát nem, elalszom a kertbe a gyerek, és akkor elalszik, beviszem az ágyba. És már reggel ott ébred. Nem, tehát kint hagyod a gyereket, és te bemész. Az is jó, a gyerek részéhozokat nem alszok hálózsákba, sátorba, hát nekem azért van eszemét. Elalszik, alszol pedig. Na, hogy gyere, fölveszek be az ágyba, vége a sátorozásnak. Még egy mérgelődő SMS, nagyon szeretem, Bio Gabi egy fos. Csütörtökön, majd léci. Tehát ugye nem lesz, ősszel lesz, ha lesz. Ősz? Most elengedtük. Meg önálló most ez az a táborozási időszak, tehát hogy indulnak a mindenféle táborok. Igen. Egészségmegőrző és vallási fanatikus. Számháború. Igen. Tofu tábor, erőturmix tábor, zöld turmix tábor. Igen, dicsérd az urat tábor. Csicsóka tábor, dicsérd az urat tábor. Kell ez is, mindenki találja meg a megfelelő tábort magának. Picit menjen táborozzon. Beizítottam már a izét, a cserkész szandált, ahogy... A magas szárú zoknival. A kis izével, zsebes térnadrágjával. Fölrakta a jelvényeket a izére, a vadászkalapjára, és most már szerintem... És utána ő tolja egészen szeptemberig folyamatosan. Igen? Persze. Táborban, csalitosokban találod meg. Igen. Majd szolgatja a kis zsömléit. Teljes kérdésű mind. Hát ne viccel. Okos-magos. Okos-magos teljes kérdésű. Na, nem tudom, hogy mikor utaztatok. Nyilván nem olyan rég, mint én. 4-es, 6-os villamoson. De egy nagyon helyes történet járta be most az internetet. És ismerős lehet ez a történet, mert hasonlóval mi már foglalkoztunk egyébként. Mert volt egy anyuka, aki, illetve pontosabban van egy anyuka, akinek van egy gyermeke, 5,5 éves, és Balázsnak hívják. És ő küldött egy, tulajdonképpen egy írott levelet a BKK-nak, hogy szeretné, ha az ő 5,5 éves gyermeke mondaná fel a valamelyik villamos vonalon a megállókat. És azért is nagyon érdekes ez a kérés, mert hogy Áginak a gyermeke Balázs, ő Asperger-szindrómás kisfiú, és neki ez egy nagy álma, vágya volt, hogy ő hadd mondhassa egyszer föl a megállókat. És ugye a MÁV csinált már egyszer egy hasonló történetet, amikor meglepett egy fiút egy komplett kis kerti állomással. Igen. És úgy néz ki, hogy egyébként hát vagy a BKK is megirigyelte ezt a dolgot, vagy lazulnak, vagy egyre jobb fejek, ugyanis megengedték Balázsnak, hogy ő felmondhassa a megállókat. Hát vagy kirúgták azt a MÁV alkalmazottot, és átment a BKK. Sok is benyújtott ötleteit. A történet nagyon helyes, ő fölmondta az állomások nevét, és úgy volt ugye, hogy csak hát gyereknapig, vagy gyereknapon lehet majd hallani, de most a BKV változtatott, és azt mondta, hogy a nyári tanítási szünet kezdetéig az ő hangját hallhatjuk majd a villamosokon, ahogy ő ugye mondja a megállókat. De jó fejek. Cuki az egész történet. És állítólag már hallható, te utaztál, hallottad? Igen, konkrétan ez pénteken történt, és 4-es, 6-oson mentem valahol, mindegy is, hogy hova, és hallottam, hogy egy kisfiúnak a hangján szólalnak meg a megállók, és halálosan cuki volt egyébként az egész, de nem hallottam erről a sztoriról, tehát nem tudtam hova tenni, azt gondoltam, hogy valaki egy tudom, hogy biztos benyomta valamelyik fejcsöpőként. Valamelyik vezér gyerekének ez volt az álma. Igen. Nagyon édes, ugye pár évvel ezelőtt nekünk is volt hasonló akciónk, akkor a mi hangunkon szólalt meg néhány megálló, és pont ez jutott róla az eszembe, de mondom, a dolognak az előtörténetét azt nem hallottam, egyszerűen csak halálosan édes volt, ahogy mondta egymás után a megállókat a kisrác. Hát persze, egy gyerekhang az ugye mindig aranyos, de így, hogy a hátterét tudod, ez mi ez az Asperger? Hát nem vagyok olyan nagyon nagy szakértője a témának, de tulajdonképpen az autizmusnak egyfajta ilyen, most csúnya szóval érve mondom, leágazása, ami egy enyhébb lefolyás. Vannak képességek, ami neked nagyon jól megy, és nagyon ügyes vagy. Tehát Balázs is, ahogy olvastam, egyébként 4 évesen már írt, olvas, számol, tehát hihetetlen fejlett. Más képességek viszont egy picit úgymond elmaradnak, tehát például a szociális képességek, az, hogy te társas interakcióba kerülsz hasonlókorú gyerekekkel, ahogy nyitsz, ahogy kapcsolatot teremtesz, abban viszont nem olyan ügyesek és nem olyan jó.
jók, de vannak képességek, amikben viszont sokkal jobban megelőzik a társaikat. Ezért baromi nehéz az ő elhelyezésük, óvodába járatásuk, iskoláztatásuk, mert közben meg zseniális agyuk van, de az életszáma más jóval egyszerűbb területén viszont hiány szenvednek. Vagy nehezebben működnek. És nem azért szívesen vállalják őket iskolában, meg óvodában. Aha. Igen, abszolút. Nagyon-nagyon sok híres ember egyébként enyhén Aspergerrel küzd, akiről az ember nem is tudná. 4 évesen ő már egyébként írt, olvasott, hogy mondtam, az összes állomást tudja, és nagyon cuki. Arra gondoltunk, hogy felhívjuk az anyukáját, hogy mondja egyrészt az ötletet, hogy küldték el a BKV-nak, BKK-nak ezt a kis videót, 2, hogy meséljen nekünk kicsit erről, mert azért már szülőként azért ezzel baromi nehéz lehet szembesülni, illetve megoldani az elhelyezést. Hát a tanulást, a tanítatást, az iskolába járatást majd, hát ez baromi nehéz dolog. Az első dolog, hogy nyilván akkor is a te gyermeked marad egy gyermek, ha bármi persze. Úgy szereted, csak én mindig azon gondolkozom, hogy azt a pillanatot majd elfogadni, amikor el kell azt engedned, hogy te vele vagy, ha bármi történik veled, hogy az nagyon-nagyon szörnyű lehet, ugyanakkor meg nyilván ő egy ugyanolyan tündér gyerek az édesanyjának, semmiféle különbség nincs, aztán a világ felé való kommunikációjában már valamit csinálni kell. Persze, hát itt is vannak fokozatok, hogy ki menj, milyen fokozatában szembelügy az Aspergernek, vannak az egészen enyhék, a teljes hétköznapi életet élnek, és sosem derül ki, hogy az, és aztán nyilván van az, aki már egy picit jobban, vagy súlyosabban aspergeres, annak nyilván már vannak érzékelhető, vagy látható elváltozásai tulajdonképpen, de közben nagyon cukik, tehát nálunk is az ismerősi körben van hasonló gyermek, és baromi cuki, baromi aranyos, csak bizonyos helyzeteket nem úgy old meg, vagy nem abban a formában. Nekem meg sem fordult a fejemben, amikor hallottam pénteken a hangot, hogy ennek a kisrácnak bármiféle problémája, baja lenne, tehát hogy egyszerűen nem jött le. Tehát, hogy intelligens. Cuki mondja, aranyos. Ezt nagyon bírom, hogy gyerek fölmondja a megállókat. Nagyon szépen, nagyon korrektul az egészet. Tényleg megható volt, aranyos volt. És ők arrafelé jártak, és a kisrác megjegyezte így a megállókat? Hát az összes megállót tudja. Jó. Az összes vonal összes állomását tudja. Nagyon cuki között. Ez jó. Kelyes, nem? Hogy azért mindent tud fejből. Na, itt van Balázs anyukája. Rögtön erről beszélgetünk elő. Hello, Ági, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Hello! Én csak itt ámulva hallgatom, és nagyon szépen köszönöm ezt az eléggé sokrétű mindenre kiterjedő felvezetést, amit csak egy dologgal szeretnék, szerintem így már is közügyé vált egyébként, de egy dologgal szeretnék kiegészíteni, hogy itt az átütő fejlődésű gyerekekről beszélünk, dr. Gyarmati Éva szavaival élve, ők lehetnek tényleg autista vonalon kiemelkedők, de lehetnek úgymond eseménykód nélküli a világban egyelőre még ismeretlen és felismeretlen nagyon nagyszerű gyerekek, akiknek a gondozásáról és a közoktatási ellátásáról tényleg megérni egy külön műsorban esetleg. Kérdezzek majd erről is, persze, hogy beszéljünk erről, de maga az ötlet, hogy Balázs kért meg téged, hogy írjatok egy levelet, vagy őről csak erről beszélt, és ez úgy szárba szökkentetted, és azt mondtad, hogy megpróbálod. Lesz, ez egy hossza ötlet volt, ugyanis Balázs tényleg a nap, hát ha nem is 24 óráját, de elég jelentős részét azt teszi kínálva, hogy a megállókat tanulja, mondja, erről beszélünk, tehát óriási közlekedés fenn, és gyakorlatilag egy kicsit itthonról a négy fal közül menekülési útvonal volt ez nekünk, hogy mondtam, hogy jó, figyelj, bárhol máshol, csak már ne itthon, és valóban én mondtam neki, hogy nem kellene neked ezt elmondani a valamelyik vonalon, és hát felcsillant a szeme, és persze, dehogy nem, és így történt az, hogy én eleresztettem egy nyílt levelet gyakorlatilag a Facebookon, ami pár nap alatt nagyon-nagyon kedves emberekhez jutott el, több kedves emberen keresztül gyakorlatilag. Tehát, hogy ezt a Facebookon tetted közzé, hogy neked van egy gyermeked, Balázs. És már ott egy nagyon-nagyon kedves összefogást tapasztaltam. Tényleg általam ismeretlen emberek segítségével egy héten belül bejutottunk a BKK illetékeséhez. Ezúton is köszönjük. Akik tök nyitottak voltak, és azt mondták, hogy oké, benne vagyunk. Nyitottak voltak. De jó, hatalmas piros pont nekik. Pár napon belül náluk voltunk, megmutatták a telephelyeiket, és aztán eljutottunk a ma bizonyos stúdióba, ahol pedig egy kis felvétel is készült, és hát onnan elindult gyakorlatilag egy óriási szélesebb világban megjáratása. Nem csak a 4-es-6-os villamosnak, hanem Balázsnak. És mit szólt Balázs, amikor először hallotta saját magát? Tehát nyilván utána utaztatok a vonalon, hogy ő meghallgathassa. Most tettem be, hogy ezt nagyon is szeretném idézni, mert én ugyanezt gondolom most, hogy úristen, ezek nem vicceltek. Föltették ott. Azért ugye elmegy az ember csekkolja, hogy na, azért nézzük meg, hogy tényleg tudva.
ez egy nagyon érdekes dolog volt, nyilván tudta, abszolút tudtuk, hogy amikor megyünk, mire megyünk, mi fog minket ott várni a 4-es 6-oson, az ő hangja fog szólni. Kinyílt az ajtó, felszálltunk, és az első megálló, akkor azt hiszem a Veselényi utca következik, volt, és néma csönd, és elmondom, ezt mondta, úristen, ezek nem vicceltek. és onnan viszont, ami még nagyon érdekes volt, hogy onnan, ugyanúgy, ahogy egyébként szoktunk utazni, ő nagyon sokszor mondja ezt így félhangosan, hangosan mondta a megállókat, és az volt a nagyon érdekes dolog, hogy az utasok is észrevették, hogy úristen, ez az a kis fiú vagy, szóval, hogy most itt mi van. Ja, és az utasok jönnek is, igen, feltűnt, nagyon hogy ott áll Balázs, és hogy... Így van. És nem mondogatta, hogy figyeljetek, én jövök, Nem, megpróbáltuk ezt inkognitóban tartani, de hát nem lehetett. Nagyon aranyos volt ez, tény is. Tényleg köszönjük. Viszont nagyon-nagyon szeretnék arról a problémáról beszélni, amit ti is itt felvetettetek, és ami így a szenzáción túl egy valóban szenzációs történet lehetne, ha végre állami szinten észrevennék, hogy a sajátos nevelési igényű, vagy kóddal, vagy kód nélküli átütő fejlődésű gyerekeknek jelenleg tényleg megfelelő közoktatási ellátásban nincsen. Azt én nem is értem egyébként. Szóval az, amikor én ezt elolvastam számomra, ez megdöbbentő volt. Ez egy nagyon egyszerű probléma is számomra, meg az érthetetlen, hogy ezt állami szinten szakemberek nem látják át és nem értik. Ugyanis ezeknek a gyerekeknek, még egyszer mondom, teljesen mindegy, hogy autista vagy nem autista, egyszerűen a pozitív és a kiugró képességeik kapcsán részképességzavaraik vannak, amiket fel kellene nyilván turbózni, és meg kellene őket segíteni mondjuk pont a szocializációba. És itt van a hangsúly, hogy a szocializáció megsegítése viszont egy 30 fős osztály létszámmal, ami egyébként egy 7 éves gyerek számára mindenképpen egészségtelen, teljesen a normál gyerek. Hát oda nem lehet betenni, persze, ott még egy normális gyerek is sokszor, hogy egészséges, inkább így mondom, elvérzik, mert ha már valaki kicsit többet beszél, vagy mozgékonyabb, akkor már ráfogják, hogy hiperaktív, meg magatartászavaros, kiközösítik, egyest kap, közben nem erről van szó, csak nem látják a gyerek valódi személyiségét. De nincs egy olyan osztály az állami szférában, ahova például egy aspergeres gyerek a többi aspergeressel együtt bemehet? De még egyszer hangsúlyoznám, hogy az aspergeren belül is például rengeteg féle gyerek van, és sajnos jelenleg én úgy látom, és ha én látnám rosszul, én örülnék, de sajnos szakemberekkel beszéltem már róla, anyukát tömkelegével beszéltem róla, hogy a akár aspergeres, akár más normál, de átütő tehetségű gyerekek fejlődése jelenleg óriási problémákba ütközik, ugyanis ezek a gyerekek kislétszámú osztályt szeretnének, kislétszámú osztályok pedig jelenleg a hát más típusú, tehát szellemileg is, vagy bármilyen más módon, ha még ezt lehet fokozni, akkor fogyatékosabb gyerekeknek van, vagy én inkább azt mondanám, hogy tényleg egyszerűen egy más típusú, más kategóriai gyerekeknek van. Kicsit el is árultad egyébként a problémát, hogy ugye te is azt mondod, hogy ők annyira sokfélék, annyira sokszínűek, hogy érted, ha csinálsz egy 10-es osztály létszámot, abban is 10 annyira különböző gyerek igen, van. Igen, de mégis van jobban esélyed arra, ha te egy jó tanár vagy, akkor biztos, van persze. Jobban esélyed arra, hogy a 10 létszámban, vagy a 10 fős osztály létszámban még tovább differenciálj, mint abban, hogy egy 30 fős osztály létszámban, akiből azért mondjuk, mit tudom én, 25 az úgy körülbelül kvázi azonos módon tanul, azonos módon halad, velük foglalkozva. Ja, ez a másik öt. Tehát mondjuk a mi típusú gyerekeink bemennek egy első osztályba, a probléma ott kezdődik, hogy amúgy is nehezen, illetve könnyen leköthetők, ha valami érdekli őket, de nehezen leköthetők egy olyan helyzetben, amikor az A betű kanyarításáról. Tehát fiziológiailag sem képesek. Persze erről mi sokat beszélünk, hogy ez a 45 perc végülés egy 7 éves gyereknek, ez maga a kínszenvedés, mikor még rángatózik, mozog, felárohan, hát egyszerűen nem fizikailag, testileg még nem tartott. Ilyenkor mi a megoldás? Tehát szülőként ott hagyod a munkahelyedet majd, és egyszerűen otthon kell a saját költségeden őt tanítani, vagy mi történik? Pillanatnyilag én is gyesen vagyok, és nagyon sok anyukával ugyanezt csináljuk, bár ugyan 6 éves a gyerekem, de gyesen vagyok, és ez leginkább egy kényszerpálya olyan értelemben, hogy nyilván mindannyian kipróbáltuk, megpróbáltuk magára elengedni, és csinálni az életünket, és akkor mondjuk napi 8-10 órában munkát vállalni. Jelen pillanatban az a megoldás, és sajnos csak ez a megoldás, hogy az anyukák, szülők próbáljuk támogatni a gyerekeinket. Nagyon sok más anyukát találtam, hála Istennek, most egy Facebook csoportba kerültem be, ezt is egyébként így a BKK vonal és az kis szenzáció kapcsán ennek az egésznek köszönhetem, ahol tehetséges gyerekek szüleiként összefogva, dr. Gyarmati Évával karöltve most nagyon komoly kezdeményezést tettünk, vagy hát nagyon komoly nyomást remélünk az államra, az állami közoktatás ilyen irányú rendbetételére, most amúgy is ugye nagy a kavarodás és mindenféle újításra van kilátás,
És akit ez a téma érdekel egy kicsit is, annak én nagyon szeretném ajánlani Gorán blogját. Gorán egyébként egy 3,5 éves átütően fejlődő, nagyon aranyos és édes pofa kis gyerek, akinek az anyukája legalább annyira, mint én, azon vagyunk, hogy megoldjuk a fiaink és lányaink gondját. És az ő blogján most 22 ilyen kis esetet foglaltunk össze, 22 cuki történet, 22 olyan szenzáció, amiről nagyon várjuk azokat a cégeket is természetesen, vagy szponzorokat, mentorokat, akik ezeket a gyerekeket egyrészt akár személy szerint felkarolnák, viszont 22 olyan történet, ami mögött egy ilyen közügy van, amiről most itt beszélünk. Hát ezért kell erről beszélni, persze, hát mi is tudunk segíteni, hogy előbb-utóbb. Nagyon szépen köszönöm, most például abban nagyon-nagyon tudnátok segíteni, hogy a Klicknél nagyon szeretnénk valaki kompetens szemét elérni, az arról beszélni, hogy én most már találtam iskolát is, állami iskolát is találtam, aki ezt bevállalná, sőt, aki állítólag ezt a módszert, amit mi kitaláltunk, alkalmazza is, csak ők is csak 20x meg 30 fős osztály létszámban. És itt van a kulcs szó még egyszer, hogy a kis létszámot kellene erőltetni, tudom, hogy ez persze plusz pénznek kerül, de ezt a plusz pénzt például mi szülők így is úgy is megfizetjük. Persze, mert az államiban nagyon nehéz, tehát a 25-30-as létszámban. Fejlesztésekre hordva a gyerekeinket, így is megfizetjük, tehát ha valaki ettől fél állambá csinál, hogy ez nagyon sokba kerül, akkor már is mondom, hogy én például, ha én saját magam... Tehát hajlandó lennétek fizetni érte, csak legyen ilyen. Fizetni is, igen, hát ki amennyit tud, persze természetesen az is egy erős diszkrimináció, hogy sokan nem tudják ezeket a költségeket kifizetni, de az biztos, hogy minden anya, aki saját bőrén ezt a történetet érzi, akár kódolt gyermeke, vagy akármilyen gyermeke van, csak egyszerűen, ha tehetséges gyermeke van, bármit megtenne azért, hogy ezen a helyzeten segítsünk. Hát én nem vagyok túlságosan optimista, Ági. A BKK-hoz és a rádiókhoz és a... Pillanatra egy szóhoz jutni, hogy nem vagyok túl optimista, és nem is tudlak nagyon vigasztalni, tehát éppen azért... Nem most... baj, elég, ha én az vagyok. Igen, az fontos, csak az éppen fontos, most hallom, hogy az alapítványi iskolákkal is mi történik, meg mi az államterő, meg a központosítás, meg az államosítás, meg mindenféle olyan dolog, ami, tehát hogy még az alapítványi iskolák is küzdenek, hát bárcsak valaki ezt fölismerni, hogy szükség van alternatív iskolákra, szükség van alapítványi iskolákra, nem kell tőlük forrás megvonni. Felismerték, és én azt gondolom, hogy bármelyik iskola, én azt abszolút úgy látom, 3 évesen kezdtem ennek utána nézni, én iskolákat már akkor találtam, egy konkrét olyan iskolát, aki már akkor azt mondta, hogy hogyne, persze ez be fog indulni. Én leginkább azt látom, hogy valami miatt áll, egyszerűen áll, dr. Gyarmatévával szintén 3 éve ismerkedtem meg, ő akkor elmondta, gyakorlatilag megvan a fejében a teljes komplett terv, hogy ezt az egészet hogy kellene és hogy lehetne megvalósítani, de valamiért állnak ezek az ügyek, és én ezt mondjuk ehhez aztán nagyon hát ez az. Türelmetlen és egyszerűen egy vadoroszlán anya vagyok, tehát ezt nem fogom hagyni, vagy nem bírom hagyni, és hála a jó Istennek most találtam 50 másik ilyen anyukát, akik egyesével mindezt el tudnánk mondani, van, aki el is mondta, van, aki hát már kell összefogni nyilván, persze. A médiát, és én azt gondolom, hogy ha ezt megértik végre, hogy ez szülői oldalról mekkora igény, és nem csak, hát ha még csak szülői oldalról lenne igény, de ez a gyerekek oldaláról egy mekkora igény, akkor nagyon remélem, hogy meghallják a hangjukat. Nem csak a 4-es-6-os villamoson, hanem valahol oda át, ahol na, de most még hallhatjuk, Balázst meghosszabbították, ugye, ahogy mondtam, visszatérve rá egy kicsit, hogy... Így van, köszönöm. Meddig? Most a nyári szünet kezdetéig, azt hiszem talán, ugye? Én úgy tudom, hogy a vakáció elkezd. De jó. Tehát még egy-két hét, igen. Hát ez egy óriási öröm volt nekünk, és nekem pedig óriási öröm lenne, hogyha ez az egész történet folytatódhatna. Kívánjuk a legjobbakat. Mi is azért beszélünk ilyen ügyekről, hogy jusson el minél több ember, ez hát a valakinek a fejében tényleg. Igen, igen, ez nagyon jó volt arra, hogy benneteket is a cukiság megfogott, és egy ilyen szórakoztató műsorban nyilván erre ennyi idő van, és nagyon is köszönöm a lehetőséget, de tényleg nagyon szeretném, ha szakemberek, illetve mindenki, akit ez a téma érdekel, jelentkeznének, mondom még egyszer, Gorán blogján keresztül, vagy pedig nálatok, és mi nagyon várjuk az ehhez embereket és a segítséget. És reméljük. Bármilyen módon támogatást. Puszíjuk a Balázs, mondd meg neki, üdvözöljük, jó? Jó, lassan felébredtem, igen, megyünk a papiba. Nagyon helyes kisfiú. Ági, köszönjük, hát reméljük, hogy ez a dolog megoldódik, azért kell erről beszélni. Kitartás neked, köszönjük. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Hello, köszönjük, ciao. Hello.
Hát csak igaza van, amit mond, nyilván érti az ember az érzelmet és az indulatot. Hát nagyon sok szülő küzd, nem is tudjuk, hogy mennyien vannak. Akiknél ugye felismerik, nem is mindig ismerik föl. Tehát sokszor azt mondja egy sima tanár, hogy magatartászavar, meg hiperaktivitás, mert nincs kellő szakember, aki ezt felismeri, hogy nem erről van szó. Úgy, csak más. Úgy, hogy közben tényleg ez a gyerekben hatalmas potenciál rejlik. Így van. Felmentem Gorának a blogjára, folyékonyan olvas magyarul, angolul, oroszul, nyomtatott betűkkel angolul, oroszul, magyarul, ismeri a világtérképet, ez összes formát, a vonaltól a dodekaédering, én nem tudom, hogy mi az, számol 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 16-ossával összead szoroz, amúgy 3,5 éves. Igen, hát ezért nehéz, egyrészt kielégíthetetlen tudásvágy, és nagyon fejlettek, teljesen egyszerű szociális interakcióban pedig nagyon-nagyon nagy elmaradás van, és emiatt baromi nehéz. Csak a viszonyítási alapképpen én simán járhattam általános iskolába. Én simán járhattam általános iskolába. Sem tudom, a negyedét se tudjuk. Na jó van, menjetek sokat 6-os, 4-esről, ott van, hallgassátok meg, Jani mondta, hogy nagyon cuki. 8-0 pontosan 5 perccel lehet jelentkezni játékunkra. Mit mond Dóra? Ez a kérdés nem sokára. Ha játszanátok, írjátok SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3-4-8 múlt pontosan 2 perccel egy új hello. Bizonyám. A város szemei, ez a dal. Ez a dal címe, a város szemei. Ha ez van mellé írva. Elhisszük. Vagy egy város szemei dal, aminek az a címe, hogy hello. Igen. Az új város szemei dal. Nagyon egyre másra nyomják a dalokat ki magukból, nem? Most kell, ha a szekérről bizony elindult, akkor itt aztán, kell itt aztán tolni kell. Ja, de jó lett, ezt beszéltük annak idején, hogy a Fluor kijött ebből a szerepből, amiben ugye benne volt, a Kiszel Tünde és egyéb beszólást, ja, talán tetszenek még ráemlékezni. Nem akarjuk neki ezt volt fiatal. Így, azért mondom, hogy tök jó változott és ki tudott ebből jönni. Meg a Mizus csávóból is, érted, lett valaki. Meg a Lego, nem? Meg a Lego és a Mizus. Igen. Ami ugyanaz. Ja, tényleg. Igen, két kicsi, álljunk össze, mint két kicsi Lego. Ja, tényleg, na Mizu. Ja, így, igen, ez ugyanaz, kösz. Ja. Kicsit. Na, azt hittem két slágerről van szó, de akkor az csak egy pusztulat volt. Ez azt jelenti, hogy annyira erős volt, hogy kettőre is jó lett volna. Igen. Hát, csak egy pusztulatot hallgattunk meg. Maga volt a szellemi leépülés. Egyébként amellett én bírtam azt a dalt, szóval, hogy tök szellemes dumák voltak benne, meg tényleg jó volt. Most valamelyik nap leadtuk, hát azért az úgy, tényleg szörnyű, ahogy szól. Egy Commodore 64 játéka szólt így körülbelül, de akkor azért az nagyon ütött néhány évvel ezelőtt mi is adtuk. Na, azt mondja, hogy Kozma utca 10. kerület, óriási dugó. Bemondtátok az M6-os autópályán, mi történt, mi is pályamunkások vagyunk. Hát bemondjuk szívesen, bár ha nem ott vagytok, akkor mindegy, ha ott vagytok, akkor meglátjátok, de bemondjuk. Van egy trafi az M86-os 88-as kilométerénél, az egészen biztos. A 86-os Szombathely felé az utolsó felüljárón mérnek. Szafi, kérlek, ne haragudj, képzeld, megvan a két repje egy Máltára, valaki rajtunk keresztül. Ó, de örülünk, hurrá! Figyelj, Málta Szafis nagyon történetünk. Jó. Szafis történetünk folytatódik, igen. Ugye pénteken volt a Zsófi, rendezhetnénk még egy talit, Szafi nem sejt semmit. Most a Szafi, kérlek, ne haragudj, képzeld, megvan a két repje egy Máltára. Nagyon Szafi jó. Mégis sejt valamit. Óriási. Ezek szerint igen, és most éppen ki akarják engesztelni, de vagy mi lesz most Zsófival? Mi van most Zsófival? Hát őt a múlt héten vitte. Igen, lehet, hogy majd étközepén, nem, illetve nem, hát mikor mennek akkor Máltára? Hát ezt nem tudjuk, mert csak azt, hogy megvan a jegy. Lehet, aha. Mert majd... akkor lehet, hogy két hét múlva Zsófival megy valahova. Engesztelésképpen. Ott valami nagy kavar van. Van egy trafink Csökmő belterületén, vigyázzon mindenki, illetve Sárospatak után a 37-es hőúton a 60-as kilométernél Miskolc felé mérnek a rendőrök. Köszönjük szépen. Na, játszunk, a kérdés, mit mond Óra? Mit mond Óra? Mit mond? Mikor mit? Visszafelé beszélünk. Részeb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben, nem? Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. De vásigyellán, mime? Aki válaszol... Halló, jó reggelt! Sziasztok! Esru. Szia! Esre vagyok. Ki vagy? Erzsó. Erzsó, nem értettem a nevedet. Eszrát érted, vagy Eszmeraldát, mondom, atya. Esre, azt mondtam. Eszre. Erzsó, honnan hívtál minket? Enc. Ó, Enc. Ott van egy nagyon jó étterem. Van ám. Igen.
olyan, hogy kívülről nem mennél be. Az nem? Biztos, ha, ami a helyen van. Keresgéltem az elsőre egy darabig. Tudom. Nem hiszed el, hogy ott nagyon jó étterem van az udvarban. Rohadt GPS, rohadt GPS. Erzsőt, mit csinálsz, Encsem? Én dolgozom jelenleg, egy virágboltban vagyok, virágkötő. Virágkötő vagy? Már kinyitott a virágüzlet? 3-4-8 után? Igen, 7-kor nyitunk. Tényleg? Uh-huh. Mi van, aki 4-1-8-kor már virágot akar venni, betoppan, és azt... Hát igazából mi egy temetkezéssel összekötött virágbolt vagyunk, és azáltal mi egy kicsit hamarabb nyitunk. Hát... A temetés az nem ismeri időkorlátokat. Ha menni kell, menni kell, akkor ott szükség van. Szükség van virágra. Ennyi. De egy virágüzletnek egyébként szerencsés temető mellé menni, nem? Tehát az egy jó tájolás. Hát nem a temető mellett vagyunk azért. Ó. Oh. Ugye, mert mindig akar az ember virágot venni. Az olyan, mint foci meccsen szotyit árulni, nem? Igen. Tehát az ott veszik. De hát tulajdonképpen. Jó. Hasonlat, de tényleg. Horgásztó mellett. Csalis. Így van, horgásztó mellett. Csalit árulni, foci meccs mellett. Szotyit árulni. Igen, volánbusz jegyet árulni. Tehát ezek ilyen szerencsés párosítások. Ott sajnos az ember hát kénytelen virágot venni. Erzsős, éppen mi van a kezedben? Mit csinálsz? Hogy merre... Tollpapír. Mindig leváltom, hogy mit mond óra. Leírom, aztán sikerül. Ugye ja, én azt hittem, egy kis cellofánpapír, két kökörcsin és egy pici cellux. Tehát nagyjából így tudtam ezt elképzelni. Semmi virág? Semmi cellux? Nem. Most pihi van. De be is zártad a boltot, ki megfordítottad a táblát. Nem. Zárva, ne gyertek meg. Játszom. Játszás miatt zárva. Igen. Egyedül vagy, Erzső, egyébként? Igen. Tehát senki nincs, aki segítsen. Nincs. Jó, viszont annyi könnyebbség azért van neked, hogy ugye még hát szűz a palettánk, vagyis nem vittek el semmit, tehát bármit választhatsz, mi legyen? Hát legyen a tárgy. Ne legyél már ilyen puha. Hát akkor mi legyen az állat. Azért, mert az a könnyebb, erre gondolsz? Hát nem, én általában meg szoktam fejteni mindegyiket, de hát nem. Hát akkor szólásmondás. Egy jó, az csipős. Hát ha virágot szeretél, rossz ember nem lehet. Jó, akkor segítsetek benne, és akkor legyen akkor a szólásmondás, mert bevállalod. Mert hős leszel egész héten a többi játékos előtt, hogy emlékeztek arra a nőre hétfőn, hogy milyen rendes volt, hogy elvitte a legnehezebb. Hogy elvitte. Az egész szakma büszke lesz. Emlékeztek Erzsóra, hogy nem nyert semmit? Hogy elvitte, és hol nem nyert semmit? Hogy behúzták a srácok, és mennyire szomorú volt, mikor letette a telefont? Emlékeztek, fiú? Jó, legyen, amit te szeretnél. Legyen a szólásmondás. Na, ez a beszél. Szeretjük. Sírva kötni koszorút. Hát, locsolod majd a kankalit. Na, jól van. Na, figyelj, így szó. Indul az óra. Ezt hallgass meg. Levérősz, sápara hatyuk. Micsoda? Sápara hatyuk. Levérősz, sápara hatyuk. Figyelj, így szó, még egyszer mutatom. Levérősz, sápara hatyuk. Sápara hatyuk. Kutyaharapás szőrű. Sáparahatjuk. Sáparahatjuk. Azt ugye egybe mondta. Leírtatok az elején, és most csak azért is megnyertem. Le nem írtunk, csak próbáltuk a frászt hozni rád egy kicsit, hogy valami történjen a játékban. Aha, jó, mi voltunk, akik hittek benne. Ne legyél paranoiás. Ja, hittetek bennem, jó. Masszív paranoia, érzitek? A masszív. Teljesen. Azért mondtuk, azért mertük rád bízni. Tudtuk, hogy jó vagy. Hogy tudtuk, hogy meg tudod csinálni. Köszönöm nagyon szépen. Ennyi. Megvan az ajándékcsomag. Köszönöm. Kinyithat újra a virágbolt. Oké. Okay. Jó, puszi, csáó. Hello. Gyerekek, nem mára ígértük, ami reméljük nem elveszett emberünknek. Uh-huh. A sivatagon átszelő Lacinak rácsörgünk, és felhívjuk, hogy éle még? Rá kéne, tényleg a biztonság kedvéért, hogy minél nagyobb legyen az esélyünk, hogy fel is veszi. Igen, főleg ezért, mert mondtuk neki, hogy hívjuk, és ott ő szegény a sivatagban, ott már hajnali 2 van. Nézegeti a kis tévéágat, műholdvevő, rádióját, vagy telefonját, az várja a hívást. A beszéltünk, csak fogy. Beszéltünk vele ugye múlt héten, kedden vagy szerdán, és akkor szó volt arról, hogy ha jól emlékszem, való Bolíviában, vagy hol ő átmegy a sivatagon, valami Sósivatagon készül átkelni. Most lehet, hogy nem jó a Bolívia, amit mondok, de Dél-Amerika. Hát, Bolíviában megy ő át, és Sósivatagon senkivel, egyedül, vulkánnal, ott átment egy pár, vagy megpróbált, ők eltűntek.
Igen. És azt mondta, hogy van műholdas telefonja, hétfőn próbálja meg rácsörögni. Egyedül alszik a sivatagban, nappal plusz 30, éjjel mínusz 10, pici sátorral megy ő át. Hát hívjuk föl? Full Hawaii. Hát azért ezt így ebben a formában. Hát figyelj, más horkolása biztos nem fog zavarni. Na, ennyi. Ugye? Hát próbálj meg rácsörögni. Azt ígérte, hogy lesz nála telefon. Egy műholdas telefon. Hívjuk föl. Hívjuk. Hol tart most? Kellett túsztárgyalni? Fölveszi-e valamit? Már ugye egy túszt. Igen. Csak senki. Hát eltűnt egy pár. Egy héttel az ő átkelése előtt azóta se lettek meg. Nagyon azért az nem megnyugtató. Na, megpróbálunk Lacira rácsörögni, hogy hol tart ebben a kis sivatag átszelős kalandban. 4 perc van pontosan 8 óra, jövünk a telefonnal a hírek után. Öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk 10 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Hey, egy kis analóg taps még így a végére. Jó, hát ez a Robi dal, ez kiváló. Még hát, csinálok még én 4-5 ilyet. Igen, hát ez az egyik legjobb. Ez a legjobb album, a legjobb dal, itt a legjobb dalszerzőkkel dolgozott együtt. Itt hihetetlen. Azóta se tudott csinálni. Így van, nem véletlen, hogy a Szigetes koncerten ezeket a dalokat nyomta jól. Minden koncert, ha nem szvingetjük, akkor így indul. Akkor ezzel a dallal. És ez hibátlan. Nem egy fisi-fosi húgyi-bugyi dal. Nem, ezt nem mondhatjuk rá. Ezt nem mondhatjuk rá konkrétan. Ezt így ebben a formában nem mondhatjuk. Én annyira érzem a hétfőt, én nem tudom, mi van velem, ti nem? Hát talán a hétvége, nem tudjuk, hogy mi van neked, veled, de úgy sejtjük. Ilyenkor erős azt érted, igen, volt azért van a másnap, túl. Mert az alkohol, ahogy távozik a szervezetedből, annak hiánya. Gyerekek, én azt szoktam mondani, hogy aki nem tud lazulni, nem tud megfeszülni se. Igazán, ugye? Ennyi. De szép gondolat. Ezt kell, ezt tanuljátok meg. Aki nem tud lazulni, nem tud megfeszülni se. Hát, tudni kell lazítani. Beírtad a nagy könyvbe? Ritkán lazítok, de akkor nagyon. Mert sokkal nyomatékosabb az, hogy ezért vannak tanulságai ennek a hétvégének, hogy reggelőt a zacskóját szorongatja. Hát, hogy nem, a hasamat fogom. Hasamat, csak nem látsz a pult alá. Pizsélni kell. Nem, a hasamat fogom, csak és úgy simogatom magam, néha zsűl, kis pociára is átnyúlok, nem tudom. Gyerekek, ki vannak a hallgatók ezen a kávés történeten? Már a sokadik jön. Balázs, most komolyan nem vagy képes fél kiló kávét gyalog elvinni, nem lesz ebből kávét, csak a szádját. Levikém. Nyugodjatok meg. A srácok, ha a srácok bírják, ti is kibírjátok. Lesz kávé. Nem így. Hát nekünk muszáj bírni. Egyszer lesz. Meg hát mi megkaptuk. Meg kell ágyazni. Megkaptuk a kiképzést ezen a téren az elmúlt években. Igen, megtanultunk várni, foglalni. De hogy ebben valaki tényleg mennyi energiát ez, és tényleg felhúzzák magukat ezzel, hogy én 2 hete nem vagyok képes kávét hozni. És tényleg erősen felindult hangvételű SMS-ek jönnek, hogy mit képzelek én egyébként magamról, hogy még mindig nem hozom el nektek azt a kávét. Te közügy vagy, tökre igazuk van. Tehát megígértél valamit, amit nem teljesítesz, nem szép. És ezt nem. De meg lesz. Az egyéni igények miatt, ha mindannyian leadtuk, hogy a rendelést, hogy szeretnénk, milyen pörkölés legyen, honnan származzon, Dél-Amerika vagy Etiópia. Tehát kicsit nehéz. Más és más. Igen, nehéz ezeket az igényeket kielégíteni, meg lesz. Az M1-esen 2 kamion ütközött Győr irányában a 30-as kilométernél, vigyázzon mindenki. 47-es főúton Mezőberény és Körös tartsa között most állítják a 3 lábút, üzeni Marci. Mi történt a Kozma utcai temetőnél? Állunk, mint a cövek, kérdezi Csaba. Villamos vágány csere, vagy javítás, vagy ilyesmi. Ott azt kerüljétek el azt a részt, mert most egy darabig ott az lesz. Jó? Előre szóltunk. Megmondtuk? Ennyi. Ez van. Ennyi. Gyerekek, ennyi. Cserélik. Kedve valamit. Kedve is küldjétek el. Tényleg. Cserélnek valamit. Villamos csere. Villamos csere. Mármint villamos sincs csere. Az villamos nem cserélik, mert az... Igen. Az nem rövid idő egy ilyen villamos sincsere. Tehát az hát, ugye elbíbelődnek ide. Csináltad. Ugye elbíbelődsz róla. Ahogy dolgoznak, 3 nézi, 1 dolgozik, 2 vakarja a fejét, hát ott egy ül. Hetekig csak kóvályok. Egy hegeszt alibiből, 2 nézelődik, 1 felügyel. Tehát nem egy egyszerű történet. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a hideg is, a meleg is, a falevelek is érten, ott mindenféle dolgok bejátszolnak. Akkor tényleg kerüljetek el. M6-os 135-ös kilométerén baleset van, most helyszínelnek, valamint M3-ason Nyíregyházán áll a felüljáróról mérnek. Na,
Mondja, csak, lehet csak egy kérdés, tényleg egy költői kérdés, hogy ezt mondjátok el nekem, hogyha valaki keménykedni akar fél részegen, mert 13 éves, és ott van mellett a 12 éves barátnője, meg már mindjárt vége van az iskolának, hogy az még nem a beton villanyoszlopot próbálja meg szétrugni, és miért használ a műanyag szemeteseket. Tehát, hogy ezt meséljen már. A hormonok! Mormonok, hogy mindenről a mormonok. Semmi keményet 13 évesen. Tudod, hogy mindenről a mormonok tehetnek. Ez nem kemény. De mi történt? 13 éves fiú szétrúgott néhány kukát. Igen, megint szét vannak rúgva nálunk a szemetes kukák, de hogy miért nem valami keményebb tárgya? De honnan tudjuk, hogy 13 éves kisfiú ott hagyta a diák igazolványát? Én élek a gyanúperrel, hogy nem valami komolyabb ember lehetett. Mi van, ha valami részek hajléktalan, vagy valami futballhuligán, vagy egy dühös az elvesztett Uberes, magyar német. Vagy két dühös taxis, akik berágtak az Uberesekre. Miért és azonnak... kiszálltak ott nálunk az autóba, leállították, még motot se állították, nem majd hagyjál. Miért kell azonnal az egyébként is sok gonddal küzdő kamaszok sorsát égetni? Nincs elég bajuk a tanulmányok, a szülők, a szerelem. Az a baj. A szex, hát gondold el, mennyi bajod volt kamaszkorodban, nem? Hát ez... Itt az 13 éves, 12 éves barátnővel, ugye ezt a képet festetted. Na, az itt azt nem mondtam. Mondtam. Akkor helyes bitet. A kora. De tényleg, tehát hogy tudjuk. Miért kell? Tehát, hogy egyszerűen nem értem. De mi lehet, hogy választott, hogy két idős nyugdíjas, vagy egy kuka? Nézzük ebben is a jobb bányát. Alakul, formálódik a sztori. Nem vert meg két nyugdíjas, hanem lerúgott három kukát. Jobban járt? Arra két idős nyugdíjas, és azt mondta, hogy nem, még marad bennem valami jó. Nem bántam a nyugdíjasokat, és a hirtelen düh kitörését kiadta egy kukán. De lehet, ez egy szerencsésebb végkimenetel. Ha vagy arra akart ösztönözni az embereket, hogy vigyék magukkal a szemetüket. Tényleg. Nincs kuka, szétrugom a kukát, nincs kuka, akkor magaddal viszed a szemetet, és nem. És a szelektívig akkor elviszed, mert ez ilyen utcai kuka volt, ugye? A sima zöld, abban mindent beledobnál. De ha szét van rugva, akkor elviszed a szelektívig. Köszi szépen, hogy szétrugtátok. Minden möki lehet hozni a jót. Mondd el nekünk, mi nyomaszt, mi megtaláljuk. Nem értem. Megtaláljuk. Na, a következő a helyzet, ami drága extrém Lacinka. Ugye elindult, múlt héten szerdán a csütörtökön beszéltünk róla, vele, vagy talán hétfőn, vagy kedden, összes napot elmondtam. Igen, hogy ő pénteken érkezik meg a bolíviai sósivatakhoz. Amiről azért meg kiderítettük, hogy ez nem sósivatak, hanem ez az SOS-nek a... Igen. Megérkezik, átmászik néhány vulkánon, 3-4 ezer méter magasan, éjszaka minusz 10, nappal plusz 30, kicsi hátizsák, Laci egyedül. Lacival az a helyzet, hogy elkeverték a bőröngyeit. Igen. Nem értem egyébként, minek kell egy expedíciót bőrön. Elkeverték a bőröngyeit, 3 napja kellene már kóvályogni ebben a sivatagban, de még csak 1 napja van kint, és a műholdas telója állítólag csak holnaptól lesz elérhető, mert az egész expedíció megcsúszott egy ilyen kis bőröndös kavalkád miatt. Nem egyszerű, Laci élete, de most tényleg 3 bőröndöt húzott volna maga után? Hát az van, hogy az egyikben ugye benne volt a gabszemüvege, amit a szponzor adott neki, tehát ezt viselni kell, a másikban pedig ott volt a püska balája. Tényleg, amit videó visz magával is. Milyen bőröndökről beszélünk? Nem az volt egy kis kocsit húzít hát is maga után? Is ki kell vinni. A kis kocsit. Hát a bőröndökben szétszedve. Kis kocsi. 3 bőröndben darabok szétszedve a kis kocsi. Úgyhogy Laci ott van már a sivatagban, de csak holnap üzemeli be a kis műholdas telefonját. Egyébként maga a kaland azért tényleg jónak tűnik. Igen. Úgyhogy megpróbálunk akkor holnap 8 után újra rácsörögni. Most próbáltuk, ki van kapcsolva. A managdere meg elmondta, hogy volt némi fennakadása a bolíviaiaknál, akik elcseréltek egy-két bőröndöt. Úgyhogy megcsúszott az expedíció, Laci még csak 1 napja kóborol a sivatagban. Igen. Mondjuk ezt azért mi így nem, hogy itt ülünk egyébként nem, a stúdió kellemes melegében, ő meg valahol a sósivatag a Bolíviában mászkál. Igen, de holnap már rá tudunk csörögni. Úgyhogy egyelőre nincs sok hír róla. Hát lehet, hogy még el se indult akkor, nem? Annyira összerakod a kiskocsit, vizet szerzel, ott találsz a sivatagban. Hát az biztos, hogy ilyen kint be van. Hogy tényleg ott vagy, ahol tartottál. De már ez tényleg az? Ez már a sósivatag? Igen, gyerekek, hívjátok már fel azt a csókát a sivatagba, gyerek nem akar kiszállni a kocsiból, és már 15 perc a suliba kéne lennie. Mondd meg a gyereknek, menjen nyugodtan, nincs meg Laci. Mire Lacinak a bőröngyei meg lesznek. Laci ül egy kis kofferen, és a bolíviai reptéren, és 3 ilyen kis jeggyel a kezébe várja még a bőröndöket. Úgy hesegeti a kesejüket. De neki valahogy mindig így alakul. A múltkor elindult egy kiskocsival, nem tudom, hol a Góbi sivatagba, ott eltört a kiskocsi kereke, 1 nap után feladta,
elfogyott a vize, tehát ő valahogy nagy kalandor, de valami mindig történik. Az esőerdős átkerésen is volt valami. Persze, egy óra után elsírta magát, fölhívta az anyját, és kimentették a sarkát. Nálunk azért érdemes megszólalni, mert utána az egekbe emeljük az embert, nem? Tehát Lacira mindenki úgy fog gondolni, mint egy félbolondra, aki kóvályog a sivatagba, és azt kívánja, hogy hol a bőröndöm, hol a bőröndöm. Ennél azért egy komolyabb túráról van szó, csak hát mi Lacival jobban vagyunk, és ezt így megengedtem, most biztos nem lesz ilyen. Meg ha meg lesznek a bőröndök, meg hogyha valaki ad majd a bibire gyógypuszit, minden oké lesz, működni fog itt az egész sztori. Jaj, nagyon kedvelem őt egyébként, nagy kalandor, de hát valahogy semmi nem úgy sül el, ahogy számít rá. Na, mindegy, a lényeg, hogy holnap hívjuk. Jó? Aztán hát megpróbáljuk. Szóljunk a menegerének, managerének, Juli, hogy szóljon Lacinak, hogy hát kapcsolja be. Hát nem tudom, hogy szólni, hiszen nem tudom, hogy kapcsolva a telefon. Egy okos húzás. Szóljatok Lacinak, hogy kapcsolja be a telefon. Oké, okay. Szóljunk, mi sem küldjünk három galambot. Hívjuk fel a bolíviai repteret. Ott van-e Laci? Van-e egy rövid kekinadágos mezitlábas csávó? Ugye mezitláb akar menni, de tehát az is jel, hogy szóljanak már neki, hogy. Szóljanak már neki, hogy ne várja a bőrönyét. A rendületlen pozitív mosolyról az arcán fogják megismerni. Mert hogy ő egyébként nagyon optimista. Mindig nagyon optimista. Az élet legnehezebb pillanataiban is, amikor mit tudom, a távolsági busznak egy járata kimarad. Igen, most a szürke zónában van, a bolíviai telefon már kikapcsolva. Szürke zóna. A műhold még nincs bekapcsolva. Tehát most van a szürke zónában. Most van az 51-es körzetben. Most van a Twilight Zone-ban. Még nincs bekapcsolva, már nincs bekapcsolva. Na ez jó. Ezt mi találtuk ki, vagy ez egy lépés? Nem, tényleg így van, kapom az infót közben. Hogy nem, ezt én hívtam. Ja, tényleg, ezt most csak én hívtam. Így. De jó, nekem tetszik. Laci szereti maga körül hype-olni. Mi már kikapcsolom, de még nem kapcsolom. De jó lesz. És bekapcsolja, és az első SMS szolgáltató jött, hogy az előfizetés alá. Igen. Üdvözlöttem volna a fortunát. A rohadt életbe hoztam a managerem, hogy kapcsolja be. A számlája már elérhető. Na jól van, hát mi nevetgélünk, de azért ez egy jó kaland. És ő meg kúszik a sivatagba. Ő meg éppen az életért harcol valahogy, tudod. És ő meg ott éppen 10 körben húzza magát egy, hogy hívják felé, egy mika koponya felé, amiben megcsillant valami. Vagy már kipeckelt szája, hátra kötözött, három bolíviai drogkárteles csávó között ül nagyon durván, és éppen alkudozik rá a menedzsere. Jó van, drukkolunk, Laci, hallasz minket, tarts ki. Hajrá, bárhol hajrá. Vagy tarts ki. Jó? De nem szégyen a feladás. Na, jött egy ilyen SMS, tegnap előtt Janival álmodtam. Nagyon érdekes és bizarr volt, hívjatok, ha érdekel a sztori, egy percben elmesélem. Szinte naponta kapunk olyan SMS-eket, hogy a hallgatóink velünk álmodnak, észrevettétek? Igen. Láttam a veled fiúk. Igen, és fél velem lányok. Általában te fél évente és fiúk, velem lányok és minden nap. Kérdezzük meg, mit álmodott. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi hogy jelenünk meg hallgatóink álmában. Hát, ha a felveszünk. Fiú vagy lány? Aláírta, hogy Bálint. Ja, úgy könnyű. Ja, szerintem fiú. Én tippelhetek? Igen. Szerintem fiú. Nyertél. Megkérdezzük. Remélem, hogy tényleg nagyon bizarr, hogy üldözött egy medve, és mesztelenül rohantál, és a fél szemedre nem tudom, be volt kötve jumbozsákosan. Bálint, hello! Szia, Bálint! Hello! Hello! Élőhadás, sziasztok! Bálint, tényleg álmodtál Janival, vagy csak valamit ki akartál? Nem, tényleg álmodtam, mert a hétvégén hihetetlen volt. Na, mit csináltunk? Hát ti Ferivel semmit. Az egész úgy történt, hogy 8 év után egy lányon újra felvettem a kapcsolatot, akivel szerelmesek voltunk akkor. De ez még az álom, vagy ez az előélete az álmodnak? Tehát ez a valóság? Nem, magadról. Ez az álom. Nem. A valóságban is találkoztam vele pénteken, szombaton. Ó, tehát felzaklatott a találkozás. Aha. Igen, és 8 év után nagyon sokat beszélgettünk, kivel mi történt, és aznap éjjel így volt egy ilyen közös álom a Lillával és a Janival, de a Jani annyit csinált, hogy csak így beszélgettünk vele, tehát így kérdezgettünk. Szerintem ez amiatt volt, mert ugye szombathelyi vagyok. Igen. És itt voltam ugye a kitelepülésen, és amikor a Jani az üvegkalitkában volt, akkor oda kopogtam neki, tök rendes volt, kijött, kérdezte, hogy mit szeretnék, mondtam, hogy melyik kezed volt letörő. Úgyhogy rendes volt, kijött, adott autogramot, és valószínű, hogy így egy hónap után az agyam ezt mosogta így össze ezeket a dolgokat, tehát érdekes kellett volt. Kellett egy kis idő, amíg feldolgoztad ezt a traumatikus élményt. Igen, nem, nagyon jó volt, traumatikus. De csak ti kérdeztetek tőlem, vagy én is kérdeztem tőletek, mit tudom én Lillától, hogy csináltad már két pasival? Úgy voltam az egész, hogy hármas kiflit játszottunk. Lilla volt elő, utána Jani, én voltam a zárójel.
Nem, mondom, hogy erre egyébként a szakzsargon megvan a pornó szakmában, tehát láttunk már ilyet, csak mondom, erről lehet beszélni. Aki középen van, ő a Lucky Pierre. Nem, egyébként. Őt hívják így, hogy ő a Lucky Pierre. Nem, mi oda-ott játszottunk. De jó. Aha. Egyébként úgy volt, hogy tényleg egyébként feküdtünk, de úgy volt, hogy én a Lillával kifiba, a Jani meg hanyat, nézte a plafont, és így beszélgettünk. Tehát így mindenről kérdeztünk. Te tényleg egy szexelő pár mellett alszol? Ne, hát én megadottam a cikket oldalra. Én csak egy mondott, aludhatok mellettek, nektek már az is elég, igen. Betakarta magát a kis hálózsákba. Én fújd át a számból füstét bármi. Én most tudtam meg az álmomból, hogy a Morning Show-ba dolgozik valójában. Igen, mert mit miért az álmába elmondtad, hogy mit mondtad? Jó, elmondott mindent. Na jó, hát akkor tehát nem volt főszereplő, Jani, csak hogy ott volt, valahogy bezavart. Hát azért, de eléggé főszereplője volt, mert ő tényleg, tehát gyakorlatilag az álom az többet szólt róla. És nem volt olyan, hogy ti már ketten maradtatok volna a lányon, megpróbáltatok Janit kirakni, de visszajött az ablakon, benézett, kopogtatott, felbukott a múltja mögül. Itt vagyok, még nem volt. Pont az érdekes, hogy egyébként ő is hallgat titeket ugyanúgy, mint én. Ha ő napi szinten nem is, de minden este általában a YouTube-on visszahallgat titeket. Ez jó, tehát akkor Lilla most hallgat minket. Ja, Lilla most akkor hallgat. Hát szerintem nem, mert éjszaka dolgozott, tehát ő most hallgatik. Meg már én is dolgozok. Csak hogy segíts egy kicsit, tehát vele ő az exed volt, és 8 év után vetted föl vele a kapcsolatot újra? Nem, ez úgy volt, hogy akkor voltunk 14-15 évesek, és a szomszédnak a keresztlánya. És minden nyáron ott voltak egy hetet, ott tanultak, nyaraltak, és együtt jártunk ki az utcára pocizni, beszélgetni, stb. És most derült ki a hétvégén, hogy ő is szerelmes volt akkor belém, és akkor én is ő belém. Ah, de hát ez nagyon komoly, csak ugye 8 év kiesett. És ti ketten pedig Janiba. Minden Janiba. Na és beteljesedett a dolog? Tehát most, hogy újra találkozott a 8 év után, van ilyen, hogy egy gyerekkori szerelem később szárba szökkön? Valószínű, mert azóta beszélgetünk egyre többet. Aha, kezd az alól békülés, szexen év után. De aranyos vagy, beszélgetni. Igen, hát meg a Jani tett rá, érted. De jó. Neked fogják köszönni a összejönnek. Kértem valamit, amitől elpirultatok? Nem, semmit. Akkor minden benne voltatok. Nem volt ilyen, hogy esetleg... Mi az, amire nem emlékszem, tehát ez egy érdekes dolog egyébként. Nem mondott ilyet, hogy levehetem a hűtőmágnest a hűtőről addig? Aha. Vagy semmilyen nem volt? Ihatok egy kávét? Figyelj, ha azt mondod, hogy ki kellett utána dobni az ágyneműt, én elégedett vagyok. Nem kellett kidobni, megtartottuk pont azért, mert te feküdtél benne. Helyes. Na jól van, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm, hogy hívtatok, legyen szép napotok. Köszi, csáó. Sziasztok. Ott voltál, de nem csináltál semmit. Hát ez... Te feküdt a hátán, és beszélgete. Hát, vagy meséltem nekik. Meséltem nekik az életet. Én, srácok, azt csinálom. Azért örülök neki, mert éppenséggel felhívhatod volna Károly herceg is, nem? Hogy álmodott velem. Atya, úristen, az milyen durva az a történet. Azért. Gyereke, Károly herceget egy amerikai bulvárlap lefotózta úgy, hogy csókolózik egy fiatal fiúval. Aki előttem úgy tűnik, hogy a fényképek alapján, mint hogy megigazítaná a nyakkendőjét. Csókolózik egy fiatal fiú, és átad... hercegnek, és utána pedig ezt megköszöni egy... Igen, a fia azonnal reagált, meg Katalin is, eltiltották az unokától. Állítólag a királynő azt mondta, hogy na az utolsó csepp a pohárba, és ha vele bármi történik, akkor Károly biztos, hogy nem lesz uralkodó. Tehát, hogy gyors... Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Tehát Károly finoman félreállították, és azt mondták, hogy akkor oké, akkor jöjjön Vilmos, és legyen ő az uralkodó, mert ugye Károly, hát az utódlási sorrendben Károly lenne. És egy amerikai bulvárlap fotózta le, hogy valahol egy ilyen hátsó bejáratnál, vagy nem tudom, éppen szájon csókol egy fiút. Vagány. Amit nem tudsz nagyon kimagyarázni, vagány. Mert... Hát egyébként az. Nekem nincs bajom, ha a fiú nagykorú, de azért ez így azért kemény. Tehát Károlyról már sok mindent hallottunk, és állítok már ott volt valami Komornyik is, ami nyilatkozott, hogy Károlynak nem ez az első kalandja, mert ott a házon belül azért ott, tehát ott azért ide-oda kalandozott. Igen, Maximilian. Volt, hogy te vele is szörnyű dolgokat, tehát Károly, de nem szólhatod. És képzeld el, szóval, hogy
Hát azért ez a királyi családnak, hogy ez így kiderül, és az amerikai bulvárlap a címlapjára tesz. Volt már egy-két tévedés egyébként a bulvárlapnak. Azt akarod mondani, hogy volt már egy-két tévedés Károlynak. Károlynak volt már. Azért ugye Kamillával is neki annak idején sikerült kicsapni a biztosítékot a királyi családban, tehát hogy ő azért kacsingatott már erre, arra, amarra. Tehát ő nem feltétlenül azt az utat járja, amit egyébként elvárnának tőle, de hát ez most mindenkit meglepett, hogy Kamilla helyett Kamil. Nem lehet, hogy csak úgy van fotózva, véletlenül. Nem. Állítólag Vilmos tényleg eltiltotta az apját attól, hogy látogassa az unokákat. Hát figyelj, tehát szájon csókolsz egy fiút, mit mondasz? Nézzük meg! Oké, Károly vagy, tessék, hallgatók is beszállt. Aha. Mi a magyarázat? Láttam egy muslicát a száján, és le akartam fújni? Láttam, hogy rosszul lesz, és azonnal szájból szájba lélegeztem. Egy petrezselyem szál zöldje volt a foga között, gondoltam, kihúzom szájjal. Hogy nem tudsz mit mondani. Hogy a bulvárlap csúsztatott, mert hogy ez nem is egy álló elrendezés, hanem egy fekvő elrendezésű kép volt, és valójában stabil oldalfekvésben mesterséges légzést adott a fiatalember. Rosszul megmentett az életét. Tehát a dolog kemény. Nincs ezzel bajom, ha esetleg meleg, sőt, bárki lehet, miért ne lehet. Baromira szurkolok, mert imádom a botrányokat a királyi családnál. De azért szeretem, mert eljátszák a baromi tökéletes, mindig nagyon jól öltözött, mindenki nagyon szép, a gyerekek úgy fölöltözve, Katalin gyönyörű, Vilmos jól fésül, a Harryt is imádom, gyerekek. Érted, ő elmegy egy fiú búcsúra, lázad, ő egy kicsit lázad. De amikor ez a kép itt kicsit megborulni látszik, és nem is csak úgy omladozik a vakolat, hanem beszakad, hogy Károly egy nagyjából 20 éves fiúval csókolózik hátul a lovarda mögött a nem tudom, a kamrában, azért az kemény. És kiderül, hogy a komornyikok már évtizedek óta páncél alsóban szolgálják a házulát. Igen, erényebben. Nehogy bajba kerüljenek. Nem, hercegem, nem hajolok le a kis kanálért. Nem, sajnos elveszettem a kaszkulcsa. Most gondolod, de hát a főnököd, egy herceg azt mondja, hogy csókolj meg. Hát nem. Ott meg kell csókolnod, vagy mi? Hát nem tudjuk, hogy... felségárulás, hogy kivégeztetnek. Megadás mi? Deresre húzat. Azért az megvan, amikor a királynő az így, nem tudom, 9 évesen. Mi? Nem, az rájuk. Károly. Hova tetted? Kész van a gomba krémleveset. Jaj! Persze rájuk. Fiam, mik ezek a hangok? Bemegyek, még mindig az agyád vagyok. Mit szeretnél, levesbetétnek? Krutot vagy? Te szemétben hajtasz! Nem rájuk nyit, hanem amikor ezt a bulvárnapot azért így megfogja. Gondold el, hogy azért érted, hát mégiscsak királynő vagy, a család, tehát az uralkodó egyház feje, és egyáltalán tényleg minden tisztelet a tiéd, és jól vagy, és imádnak, szeretnek, de ez nem tesz jót. Nehéz mit mondani. Nem tesz jót. Behívja egy ilyen kis elbeszélgetésre? Igen. Karcsi. Na de Karcsi. Mindenkit kiküld a szobából, belézve a Yorkikat is. Richard, ki van itt? Nem tudtam, hogy ilyen hangja van a szanyag királynőnek. Azt írja valaki, a Kamilla lenne a feleségem, én is a fiúkhoz voltam. Hát de... mondjuk igen, szóval álljátok már, Kamillához ugye visszajárt, amikor volt neki egy gyönyörű szép Diana. Tehát, hogy Kamillától igazából soha nem jött el, és amikor Diana volt, akkor is azért ilyen szeretői státuszban volt együtt Kamillával. Na tessék, ti vagytok, drága hallgatók, Károly sajtósai. Jó? Jaj, bejtő, hogy Kamilla. Erre kidobta, hogy orvosi székfű. Üljön egy, melegítsen vizet laborba, üljön bele. Nem ez jött ki, Kamilla. Mi esetünk, mert már ez jön ki a Kamillára. Ne aggódjon, a vérzik. A Kamilla fürdő minden megold. Mit tudtok mondani, amivel rendbe teszitek az amerikai és az angol bulvárlapokat? És egyszer kihúzzátok a dolog méregfogát. Tehát van egy fotó, ami nagyon kompromittáló, tehát tényleg látszik, hogy odahajol. Nem igazán tudod kimagyarázni. Hát, ha van egy-két szellemes hallgatónk, akit felveszünk utána sajtósnak magunkhoz, mert annyira jót ír, jó? Mi a magyarázat? Ott áll előttetek a bulvár újságíró, és megkérdezi, mit látunk a képen. Észrevette a fotósokat, és ki akarta takarni azt a nagyon csúnya herpeszt a srácnak a száján, hogy ne hozzák kellemet le helyzetbe később a bulvárba. Igen. Fú, nagyon kemény. Mennyi minden mehet ott, amit nem is tudunk, nem? Egyébként, tehát ugye a jól fésültség és az elegancia, és a minden tökéletes, mi vagyunk a királyi pár, és mi vagyunk a királyi család színfalak mögött, amikor ennyire tökéletesnek kell lenni, akkor belül nyilván baromira lázadsz az egész ellen, és megpróbálod ezt való levezetni. Nem biztos, hogy
Így, de... Igen. Simán lehet. Azt mondja valaki, gyakorolta az újraélesztést, hát ha a királynő rosszul lesz. Na, írjatok egy-két magyarázatot. Jó, 9:30 pontosan 3 perccel jövünk mindjárt Rákos híreiben. 3:49 lesz. Pontosan 6 perc múlva hello mindenkinek. Itt vagyunk, és Károly Hercegről beszélgettünk, kompromittáló fotók jelentek meg róla az egyik amerikai bulvárlapban, és hát, hát elég meleg a dolog, mert ugye arról van szó, és azért ez a királyi családnak nyilván kellemetlen, független attól, hogy nem baj, sőt, egyáltalán nincs az a semmiféle probléma, ha valaki saját neméhez vonzódik, de hát Károly esetében azért, hogy egy fiatal fiúval csókolózik, hát ennél kevesebbe is buktak már bele, az amerikai lap azt állítja, hogy a fotó nem hamisítvány, és ők, nekik erre bizonyítékuk van. Néhány dologban ők egyébként már régebben tévedtek. Azt állították a királynőről is, hogy nagyon beteg, és nem sokára meg fog halni, most ünnepelte a születésnapját, ez 5 éve volt, és kiváló egészségnek örvend. De aki látta ezeket a fotókat, az tudja, hogy hát ez így ebben a formában azért érdekes. Ráadásul egy nagyon fiatal fiúról van szó, ugye az ügy pikantériáját azért még az is megadja, hogy, hogy azért beszélünk egy 60-70 éves emberről, nem tudom, 65, és egy 16-18-20 éves fiúról ráadásul. De az a fura egyébként, hogy erre nem vigyáztak, tehát hogy nyilván ez egy nyilvános helyen történt. Nyílt utcás nyílt, a fotó. Igen, tehát hogy, hogy erre nem tudott volna odafigyelni egy picit, tehát hogyha van neki egy ilyen titka, akkor tudhatta, hogyha ez kiderül, már pedig az ő minden lépésüket a fotósok meg paparazzik hada követi, akkor, akkor nem lett volna érdemes egy picit jobban. Hát ez nagyon kemény, igen. Tehát lehet, hogy ez a teljes feladás, nem? Amikor azt mondod, hogy úgyse lehetek én már király. Egy coming out-tal? Igen. Azt mondom, hogy a lovarda vezetőjét szájon csókolom? Hát nem tudom, már ugye őról a Kensington Roadon, nyilvános helyen, egy metró megállóban. Őről nem ez többször is fölröppent ez a hír, csak ugye mindig sikerült ezt valahogy elaltatni, meg hát a mellette lévő nők is azt bizonyították, hogy nem meleg. Lehet, hogy azt mondta, hogy figyelj, hogy elegem van a hazudozásból. Igen. Franz tudja. Na, Károly önjelölt sajtósai megpróbálják az esetet kimagyarázni. Nézzünk egy-két lehetőséget, mit mondanak azok, akik most hirtelen Károly sajtósával léptek elő, azt mondják, ők meg tudják ezt magyarázni. Az egyik sajtósunk ezt mondja, túlrepedezett volt Károly Herceg ajka, és segítettek neki hidratálni. A másik sajtós azt mondja, higgyék el, nem történt semmi, készült a strandszezonra az unoka érdekében. A kis csávon akarta elsajátítani a gumicápa felfújásának technikát. Odahajolt, megkérdezte, merre van a Kensington Station, s már ment tovább. Köztudott, hogy nagyot hall az öreg, és szájról olvas, de mivel rövid látó és a szemüvege nem volt rajta, ezért közelebb hajolt, hogy leolvassa a szájáról, amit mondani szeretett volna a fiú. Egyébként ez jogos. Hagyj, hajoljuk már egy kicsit közelebb a szájhoz. Nincs rajtam a szemüvegem. Igen. A király család mindig figyel a gyerekekre. Ez a drága sármos herceg csak megszagolta a fiúnak az illatát. Figyelni kell a vízfogyasztásra, ne legyen acetonszagú a leheleten. Károly próbálta bevezetni az új üdvözlést az angoloknál. A hideg távolságtartó szokás helyett inkább ezt választotta, Szilárd küldte nekünk. Károly egy ember alakú lufit fújt szerintem, aminek a szájában volt a szelep. Milyen jó, hogy a szájában van. Igen, tudnék vicceset írni, de erre rövid időre nem akarok a sajtósotok lenni. Köszi. Régi hagyomány szerint angol táncot fognak előadni, és azt gyakorolták, mint a képen is látszik, megragadták egymást a kezdő lépéshez. István küldte nekünk. A fiatal ember Kamilla volt persze az utolsó plasztikai műtéte után. Ugyancsak egy orosz köszönés volt. Puszi jobbra, puszi balra. Egyébként tényleg hát az orosz tényleg politikusok simán egykoron, meg. Csak hát azért az picit más olyan volt a viszony. Igen. De itt is olyan. Ért. Sőt. Ott azért másod, meg ott leszálltok a reptéren, és akkor ott nagy egymásba borulás volt. Igen, igen. Hát emlékszünk arra a Brezsnyev-Honecker fotóra, hát az. Hú, de forró volt, öcsém. Hogy azt úgy miért? Miért nyomták? Igen, sok volt. Hát ez miért? Érted, a Varsói szerződés megint tolták. Hát most... Atya. Érted, amikor összejött egy, itt tudom én, érted, egy Brezsnyev-Honecker, Todor Zsivkov, Kátár János. Mindenki, de legpuszi. Atya Isten. Képzeled, azért ott nagy csókcsaták, érted. Nagy csókcsaták lehet. Akkor hirtelen berúgták az ajtót, és akkor mit tudom, érted, berúgtott a Jaruzelszki, és azt mondta, hogy csak elmaradtam le valami. Jaruzelszki. Megérkezett kicsit zavosan, hiszen akkor már 10 percre csókolózott mindenki mindenkivel. Igen. Na jól van, köszönjük az SMS-eket. Nagyon drágák vagytok.
nehéz azért ezt ebben a formában kimagyarázni, meg beszélünk majd arról, hogy mi lesz az ügy, mi lesz az ügy folytatása. Na, viszont tegnap véget ért egy műsor, és szerintem valaki olyan nyerte meg, aki egyébként baromira megérdemli, nagyon szimpatikus, és kis túlzással mondta, hogy 20 évet várt ő erre, hogy ekkora sikert arasson, és ennyire szeresség, és ilyen szeretet vegye körül. Ugye véget ért tegnap a nagy duett, és Pakman Péter és Péter Szabó Szilvia nyerték meg ezt a hosszú-hosszú versenyfutást, a hosszú-hosszú sorozatot, és szerintem egyébként abszolút megérdemeltem. Most már mondjuk megérdemeltem. Megvan az első adás, vagy hogy kiderültek a nevek, és akkor így azt mondtad, hogy a gyerekek, hát a Pakman, hát az a híradós fiú. Hogy? Hát hogy kerül oda? Mondtad ezt. Igen, és már az igen. És már az elsőnél látszott, hogy végre kiszabadul ez az ember. De az elsőt még nem hitted el? Azt még nem. Igen. Azt még nem. Csak az adrenalinnak tudtad be. Igen. Biztos izgulsz, szegény. De aztán hétről hétre hozták, ügyesek voltak, szimpatikusak voltak, cukik voltak, és én azt hiszem, hogy a döntőben nem volt olyan pár, aki ezt most jobban megérdemelte volna. Nem? Mindenki, aki már odáig jutott, hát azért ez egy nagy menetelés, de az, hogy a Pakman ezt így behúzta, hát az zseniális. A kicsit mogorva, szigorú, mosolyogni nem tudó híradósból egyszer csak egy szerethető pali lépett elő, nem? Így van. És megláttuk Pakman Pétert valójában, hogy ki ő. Egy kis izgulós ember, aki rockstar akar lenni, odaászott, elhiszed magadról, hogy te tényleg jó vagy, rockstar vagy, és egyébként tényleg az vagy ott abban az egy órában. Igen, mondjuk a híradó pont az a műfaj, ami azért nem adok oda arra, hogy olyan nagyon sok mindent megmutassál magadból. Igen. Nem? Igen. Kicsit szigorúnak kell lenni. Ott is szokott lenni. De az is egy viszonylag azért behatárolt dolog a személyiségedből, annyi minden nem derül ki. De ebben a műsorban nagyon váratlanul jól szerepelt. Azt, hogy a Szilvi jól énekel, azt tudtuk, hogy jó az ilyen típusú műsorokban. De nagyon drukkoltam én is. Meg nekik. Ami komoly, hogy a kettőjük közötti összhang, tehát egy duettnél azért ott nagyon együtt kell dolgozni a két énekesnek. Igen. És az is tök jó működött. Igen. Az összhang a két ember között. Na, itt van a vonalban Pakman Péter, hello! Jó reggelt! Sziasztok! Jó, a nyertes a bajnok, a király! Kis túlzással azt mondtam, de azt hiszem, talán pont tőled olvastam egy interjút, hogy 20 évet vártál tulajdonképpen erre, nem? Hogy az emberek megállítsanak, megszólítsanak, gratuláljanak, hátba veregessenek, mert eddig a szigorú híradós voltál tulajdonképpen. Hát, igen, bent voltam a nappaliban nagyjából minden este, vagy legalábbis sok este, és akkor ott, miközben vacsoráztak, én ilyen szürke zakóban, nyakkendőben mondtam ilyen egyenhangon, hogy most is beszélek veletek rossz híreket az áremelésekről, meg a katasztrófákról, és valahogy ez nem hozta azt, hogy a benzinkúton, vagy a boltban megállítson a néni, és megkérdez, hogy mi lesz este a híradóban. Mert mit Német Lajos megkérdezik, hogy milyen idő lesz este, az oké. De én nem voltam ilyen szempontból népszerű, és ez most tényleg marha jól esik, hogy így a gyógyszertárban azt mondja a néni, hogy tudja, hogy jó a hangom, de hogy hétvégére van egy kellemes milyen hangszállazító tabletta, szopogassam el, és legyen rendben, és az odaadja nekem ingyen. Tehát azért ilyen soha nem volt. De helyesek. Igen, hát a híradó azért, erről beszélünk, az egy kötött műfaj. Tehát ott egyszer csak darra fakadnál, mosolyognál, vagy a térdedet csapkodva jönnél vissza egy anyagból, hogy ez milyen jó volt, azért az ember azon meglepődne. Nagy buli volt tegnap, mert tudom, hogy volt stábbuli. Volt stábbuli, az tök jó volt. Igazából most aludtunk 3 órát, de hát ilyenkor az ember így lubickol, vagy fürdik ebben a dologban. Most tök jó, hogy veletek is beszélhetek. Tényleg marha jól esik, nem tudom, ez biztos ilyen nagyképű dolog most, hogy azt mondja az ember, hogy jól esik a népszerűségnek, tetszik neki ez. Bár nekem egyszer azt tanították, hogy tök mindegy, hogy hol dolgozol, de hogyha egy cikket írsz, és nincs ott az alján a neved, és azt téged nem zavar, akkor hazudsz. Tehát, hogy azért nyilván olyan szakmát választottunk, ahol ebben ennek is szerepe van. Szóval jó, nagyon klassz. Na és mi volt a tegnapi stábbulin, Berger? Fölálltál az asztalra, lerúgdostad a poharakat, lógtál a csilláron? Nem, de képzeljétek el, hogy az a csillár engem tényleg fejbevágott. Azt a nézők nem látták, csak a kaszájék, a herről beszélünk, ugye az ágátlányról, hogy úgy volt megvágva, pont úgy jöttek a kameravágások élőadásban, hogy nem látta senki, de én tök jól begyakoroltam azt a mozdulatot, hogy meglendítem a csillárt, aztán kikerülöm egyszer, meg még egyszer, aztán Szilvi szemeiben nézett, mert hogy ott volt egy pici szöveg gondom, hogy ő esetleg sugjon, hogyha ott eltévesztem, de nem kellett, de annyira néztem a szemébe, hogy egyébként ez a csillár úgy megtaszajtott, hogy majd amikor előről jött, vagy amikor már jött visszafele hátulról. Nem, szemből jött ráadásul a csillár, és nem vettem észre, hogy jön, mert annyira lefelé néztem, és ugye magas pali vagyok, és tényleg homlokon csapott, csak ezt a nézők nem látták, és valószínűleg nem értették, hogy a kaszáik miért röhög.
meg, de akkor átcsapott ez a csillárna, hogy a lendületből, meg hát egy súlya is van, vágódott a fejemhez, hogy tényleg majdnem leestem, amúgy sem volt stabil az asztal. Az erős lett volna, eldőlt a Varázs Béla produkcióra. Csillár az asztal. Az erős, erős lett volna. Figyelj, a stábotokban dolgozik a főszerkesztő, a Forgó Laci, aki egyébként velünk is dolgozik, mint szerkesztő. Életben van még? Életben van, nagyon van? Szeretjük. Igen, tegnap este ő is iszogatta a söreit, és írt nekem, nagyon hogy lehet, végre. Hogy ma nem jön be, mondom, Laci, akkor én ezt készpénznek veszem, engedd el magad nyugodtan, de hogy úgy hajnalban, amikor átléptél rajta a kijáratnál ilyen fél hat körül, még lélegzett? Vagy meg volt? Lélegzett élt, és egyébként nagyon kommunikatív volt, mert ő nagyon távolságtartó volt velünk végig a széria közben, és nem nagyon akart senkivel sem haverkodni érthető módon, és a dalok kiválasztásánál is nagyon kemény volt, és mindig az anyukájára hivatkozott, hogy ha ez az anyukájának tetszik, akkor az a nézőnek is tetszik, és a végén én már mindig azzal húztam, hogy a anyukádnak akkor ez bejön ez a dal, vagy nem, mert akkor válasszunk így ezek alapján dalokat tovább. Mindig anyára hivatkozott, cuki volt. Igen, mi jéghideg profikkal dolgozunk, itt nincs helye érzelmeknek. A mi stábunkban mindenki profi. Emegy, letolja a távolságtartó, majd a bulin. Amúgy árva gyerek volt, egy mózes kosárban találták vecsés határában. Az egész sztori kamu. Érdekes egyébként, hogy milyen fontos, hogy valaki megnyeri, mert tulajdonképpen effektíve ez a díj semmivel nem jár, de mégis azért egyfajta elismerés 8-10 hét után, hogy az ember ezt megnyeri. De hát ez egy elképes díj tulajdonképpen, nem? Semmi olyan plusszal nem jár, hogy az ember kap valamit, nyer valamit, hanem csak egy jelképes elismerés a munkátoknak, mégis baromi fontos, hogy az ember nyerjen. Hát annyiban jó, hogy most beszélek veletek, és ez nekem egyébként egy tök jó érzés, hogy tudunk dumálni, mert azt tudom, hogy szoktatok rólunk is beszélni. Hát mi mindig nézünk téged, és látom, hogy mennyire szenvedsz azon a mokkás kanapén állandóan, mert mindig könyörgünk, hogy adjanak neked egy másik kanapét, mert rossz nézni, ahogy ülsz rajta, hogy baromira szenvedsz. És most tudunk erről beszélni, így van, tehát ez egy tök jó dolog. A másik része meg, hogy kiszámoltam, hogy egy-egy dal az nagyjából 12-13 órányi meló volt, kötelező táncorával, kötelező énekórával, kamerapróbával, szárazpróbával, mit tudom én, mikkel együtt. Úgyhogy tegnap a három dal az volt 36 óra, ami azért, hogyha belegondolunk, az már konkrét munkahét. Igen, a végén ugye egymás dalait vettétek át, és valamiért adott elő, amit már valaki előadott. Az is nagyon, nagyon helyes volt. Hát volt benne meló, azért az látszott a próbákon, a szövegtanulás, kicsit a táncnál is, ugye, hogy azért, hogy megmozgattak téged. Tehát azért egy összetett dolog hétről hétre készülni. Hát igen, meg ez a macis testalkat, ami nekem van, és ugye a kasza mindig ezt húzta elő, hogy hát a pocakon meg minden. Mondjuk az ő szájából ez elég erős. Igen, el lehet fogadni, hiszen hazai pálya számára ez a történet. Ebben abszolút sors közösséget tud vállalni veled. Igen, hát nagy meló volt. Csak a Szétriben a stáb vissza, ugye a szürke hétköznapokban tulajdonképpen vége, ugye? Így van. Éppen most egyébként Gönczi Gábor elmegy szabadságra, úgyhogy én leszek helyett a tényekben. Most még csak kezdett, Mászabira megy. Hát mi az Isten történik ott? Jó, fizi, volt könnyű nyaralni. Komolyan mondom, most ült be. Hát Mászabira megy. Hát ilyen jól nálatok dolgozni. Istenem, azért egy erőteljes visszalépés Péter Szabó Szilvia után megint a Rogánnal, meg a Szijjártóval találkozni reggel. Kétségtelen nincs olyan szép szemük, meg nem olyan kedvesek. Igen. Figyelj, Haknik fellépések, legény búcsúk elképzelhető? Mert néhány sztár már ugye arról beszélt tegnap, hogy talán az énekléssel folytatja. A Keleti Andi is azt mondta, hogy hát elnézést kér a rokonoktól, de ő lehet, hogy akkor hogy énekelni fog. Ez esetleg eszedbe jutod? Hát maradnék azért a kaptafánál, így köldöktől fölfelé látszódnék, de legalább most már tudják, hogy van lábam, meg hogy ezt a lábamat használom. Úgyhogy ilyen szempontból én azért maradnék ott, ahol vagyok most. De simán belefér. Voltunk itt mi egyéb ilyen rendezvényeken, itt stúdió helyzeten kívül, ahol nagyon érdekes volt, hogy ilyen, hát nem falunap volt, nem azt mondanám, de ilyen kicsit, hogy mondjam, ilyen esztrád rendezvényen énekeltem négy dalt. Nagyon furcsa volt, hogy én híradósként ott állok a színpadon, és énekelek Péter Szabó Szilvivel, de nem volt rossz. Nem igen, volt rossz. Felkonferáltak, hogy a híradós, akinek lába is van. Nézzék meg, lába. Van már valamilyen rendőrségi jelentés, hogy hány jogsi ugrott a buli után? Erről nem tudok, de igazából még reggel van. Tehát azért ezek a jelentések kicsit később érkeznek. Ez igaz. Igen. Ez igaz. Na jól van, hát nagyon gratulálunk nektek. Egyébként az egész csapatnak, mert nyilván baromi nagy meló, de elmondhatjuk, hogy mi nagyon drukkoltunk. Személy szerint egyébként a ti párosotoknak én legalábbis, mert neki helyes volt, mindenki kedves volt, de valahogy ti ezt nagyon, nagyon megérdemeltétek, meg nagyon szimpi nyomtátok végig. Úgyhogy a Szilvének is puszi, és gratulálunk nektek. Tényleg nagyon köszönjük. Sziasztok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Ciao. Megérdemli azt az új kanapét.
Vagy legalább mit tudom én, 8 pokoli történeteket, hogy kicsit magasabb legyen. Le kell tennem, mert hivakolos. De hogy ez? Mi volt ez? Komolyan gondolod, meg dicsérted a pappant? Minusz, nem tudom mennyi bónusz, húsvét, karácsony, felejtsd el. Vége. Nem, hát ne ide szóálsz el egy gyerekek. Mindig minket azzal vádolnak meg, vagy legalábbis engem, hogy én állást foglalok egy TV2-es műsor, akkor biztos azért ekézem őket. Közben azért ezeket a megszólásokat is tessék meghallani, mondom én a bulvár sajtó jeles képviselőinek, amikor a belerugott, megalázta, beszólt című cikkeket írják, hogyha valami közben jó, és egy másik csatornán menj, arról ugyanúgy beszélünk, felhívjuk, gratulálunk, és örülünk neki, függetlenül attól, hogy én RTL-es vagyok, és ez melyik csatornán megy, mert a hallgatóink is nézik ezt a műsort. Tehát nem csak RTL-es műsorokról van szó. A szalag címként, hogy Balázs szereti a tévéket. Balázs megdicsérte Pakman Pétert. Igen. Ezt írjátok meg. Fúj. Ezt nem fogja. Nem. Belerugott, megalázta, beszólt. Nem? Na jó, tudod, mit fognak megint csak egy mondat? Beszólt Demcsák. A Demcsák, fogadjuk. Na, azért, mert egy hallgatói kérdés alapján megkérdeztem, hogy hány jogsi ugrott a tévéket. Erről szó se lesz, érted? De nem is én kérdeztem, mondtam, hogy egy hallgatói kérdés volt, SMS-be jött. 889 a vége, kérdezzétek már meg, hány jogsi ugrott a parti után itt a kérdést. Ti is látjátok az SMS falon. Balázs műsorában megalázták. Úgyhogy ki nem mondtuk a nevét, tudod. Na jól van, mutatjuk a beugrót, jó? Hogy mit kell kitalálni, ha játszanátok hármas ugrást, figyeljetek! Oj, hát ez... Gyerekeknek való szinte. Ez semmi, ez tényleg semmi. Írjátok meg, mit hallottunk, jó? 2 darab dalcím, 2 darab előadó, ezt várjuk SMS-ben, mi pedig jövünk Ákos hírei után. És most, hölgyeim és uraim! Klassz FM hallgató! Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk, hétfő van. Hát és igen, hétfő van. Az, de holnap kedvettem. Szerve csütörökként, hogy is itt a hétvégén. Ennyi, így kell, így kell. A teretlen optimizmus. Hát figyelj, engem most áthúz a héten, hogy péntekre meg lesz 5 darab szinkronizált trónok arca. És szépen leülök majd. Most kezded? Most kezdem. Eddig minden cikket kerültem, minden egyes mellékzöngét, utózöngét. Még csak most lesz meg őt, az biztos? Magyarból, de. De le van, most van még elég komoly, lemaradás van a szinkronizált változatok tekintetében. Na, megnéztem az első résznek a felét, és abba hagytam elállítani, hogy semmire nem emlékszem az utolsó évadból. Tehát az utolsó évad utolsó részét kéne megnéznem, mert annyira szövik, annyira bonyolult, hogy én már semmire nem emlékszem. Csak hogy érdemes. Havas Joe meghalt ugye azon a negyedik végén, de egyébként utána én már nem tudom, mi van. Előtte megnézem az összes évadot. Ezért jutsz te. És elolvasott meg. Igen, ezért jutsz te. Mindig az új részekhez nagyon nehezen, mert előtte a Ben Hurral kezdett 68-ból. Úgy azért picit nehéz. Igen, de egyébként nem rossz, csak nagyon szövevényes, és mindent elfelejtettem már. Úgyhogy felénél berágtam és kikapcsoltam. Viszont egyre inkább azt gondolom, hogy hibáztál, amikor azt mondtad, vagy ott hagytad a 100-ot. Hogy elkezdted nézni. Sorozatot? Igen, elkezdted nézni, és utána azt mondtad, hogy nem, mert hogy izé fáradt meg tini, vagy nem tudom, nem emlékszem rá pontosan, hogy mit mondtál rá. Adni kellett volna neki még egy kis esélyt. Most a második évadba kezdtem bele, úristen. Azt mondják, ez már jó. Hihetetlenül pörög. Elképesztő. Igen. Most amiről mondják, hogy nagyon jó, az O.J. Simpsonnak a Cuba Gooding Jr. illetve főszereplő, ugye maga az amerikai focisták az esete, aki ugye hát mindenki tudta, hogy ő ölte meg a feleségét, csak volt egy rasszista rendőr, aki becsempészetett helyszínre egy kesztyűt, és erre fölépítette ugye a védelem az egészet, hogy rasszizmus, meg nem tudom, és felmentették. És álltok, a John Travolta annyira jó benne, hogy soha sehol semmilyen körülmény között nem játszott még ekkor, hát valamelyik ügyvédet a John Travolta játsza, és hát tök szenzáció. Ez ugyanaz, mint a Szulejmán, hogy mindenki tudja a végét, de hát ennek tudod a végét, de, ugye, de valósághű eseményeken alapul, ugye, hogy mire alapozott a vád, csak mit mondtak az esküdtek, mit mondott a védelem, hogy nem tudtak leültetni egy akkor nagyon híres, nagyon népszerű csávót, akiről mindenki egyértelmű tudta, a bizonyítékok megtaláltak mindent. Hogy működik az amerikai igazságszolgáltatás, hogy tudom, de mégis az esküdtek döntenek,
hiszenek, független attól, hogy ők inkább kicsit a védelemnek hisznek, vagy inkább kicsit ugye a vádnak hisznek tulajdonképpen, győz meg az esküdteket, hogy mennyire más, ugye ez a jogrendszer. Ott ül 14 ember, ha őket megfogod, meggyőződ. Bárki fel lehet menteni, mert az esküdtek döntenek. Simán lehet, hogy bűnösség és ártatlanság között két ügyvédnek szakmai képességét, vagy meggyőző képességét döntenek. Igen, és aztán ő a börtönben be is vallotta, sőt, erről ő könyvet írt egyébként, amikor már bent volt, most is bent van, de most valami egészen más, ami csalás miatt van, mert 30 évig. Tehát azóta már nagyon sok mindent csinált, és amikor már látta, hogy nincs veszteni valója, és bekasztiszták 30 évre, most is megvan, akkor ő megírta ezt könyvben, hogy egyébként ő hogy tette, mi történt, vagy hogy tette volna, de hát az egészből kiderül, hogy mindent tudott az ügyről. Ugye a feleségét és az akkori barátját, vagy szeretőjét intézte ő el talán, a feleségét biztos. És erről szól maga a sorozat, és szenzációs. Igen, a Cuba Gooding Jr. van benne, mint a O.J. Simpson, és ugye a Travolta, mint valamelyik ügyvéd. Az által nagyon jó. Neki is nagyon örülök egyébként, hogy végre egy olyan filmben, vagy egy olyan sorozatban játszik, ami mondjuk az ő képességeihez mért, vagy mérhető, mert rengeteg szemetet vállalt el az évek során. A Travolta? Nem, a Cuba Gooding Jr. Hát szegény, igen. Ugye neki azért van egy a legjobb melegszereplőnek járó Oscar díja, a Jerry Maguire nagy hátraarcért, hogyha jól emlékszem, és azóta egy rakás szemétben játszott. Meg kell érni, tisztelt bíróság. Nagyon megy mindenki egyébként a sorozatok irányában, mert ott azért nagyot lehet villantani. Igen. Na, de visszatérve, holnap után szerda, hogy elszaladt ez a hét is, írja egy hallgató, köszönjük ezt a pozitív hozzáállást. Így van. Hiszen holnap után már szerda, hogy rohan az idő. M7-es Váli völgyi pihenőnél Székesfehérvár felé most telepítik a trafit, ezt Zita küldte nekünk, köszönjük szépen. M0-áson az M5-ös felé az Alacskai pihenő előtt kb. 100 méterre kijullat egy kamion, még nincs rendőr, nagy dugó várható, ezt Kéti küldte. Trafi Pécsnél, a Siklósi úti temetőnél üzeni Sly, M1-esen Karamból van, 7 kilométeres a dugó, most jöttem el szemből, ez Győr felé van. Majd megírek a hallgatók, hogy hol pontosan, akkor itt van, megvan. A Zsámbéki lehajtó után Győr felé, most már 20 kilométeres a sor. Atya Isten, akkor ott valószínű pályazár van. Na, drága hallgatók, a lecke fel van adva, tehát Győr felé M1-es Zsámbéki lehajtó után felejtő, hatalmas dugó, mindenki meneküljön. És ez a Zsámbéki, ez a Hegyeshalmi lett? Mert azt mondják, hogy a Hegyeshalomnál is van egy nagy baleset az M1-es. Aha, nem, akkor hát a Hegyeshalom a vége, ha Zsámbék meg itt van. A 30 kilométerre. De ugyanaz a vonal. Igen. Mondjuk egy felé van. Ja. Elesett az M1-es. De hogyha Hegyeshalomtól Zsámbékig ér a sor, akkor nagy a baj. Ja, akkor az megy. Költözik az ország nyugatra. Mondjátok meg nekem, milyen országban élünk, ahol valaki... Magyar. Tessék? Magyar. Magyar. Ahol te fekszel az ágyon, idegesít egy kuvik hang, fölállsz, kimész, lelövöd. Ezt értitek? Hogy ez tulajdonképpen hogy zajlik? Meghallgattam a kuvik hangot, még inkább szerethető, mint idegesítő. Ha egész éjszakára beül az erkélyadalá, se jut eszedbe. Hogy elkergeted, hogy csatogni kezdesz, hogy klumpát dobsz hozzá, hogy hangot keltesz, lámpát ott, az bármi. Meg, hogy ezt a török szent miklósi embert, ha jól mondom, évek óta idegesítették már. Ez visszajáró. Beköltözött kubikok. Nem mondom, hogy nyugodtan tűrném, ha a cserép alá nálunk befészkelne, na de azért főleg ennek... pala van. Így van. Persze, főleg, hogy fehér márványból van a tető. Hülye pala az olcsó. Főleg, a paranai márványból van a tető. Főleg, hogy üvegtető. Szóval ezt hallod mondjuk éveken keresztül, de hát azért vizsgáljuk már meg az esetet, hogy nincs ennél egy humánusabb megoldás. Szegény, na, mutasd. Hát ennyi. Ez szerintem tök nyugtató. Uh-huh. Messziről vették. Ja. Igen, ez 3 utcával lejjebb volt. Emberünk felkelt, fogott egy légpuskát, és lelőtte a madarat. Igen, te mellé akart lőni. Ezt mondta, igen. Hogy valójában nem akart lelőni, mellé akart lőni. Mellé csak sötét volt, és elrontotta, igen, a mellélövést, és így talált. Nem, beleugrott a kubik. Ez egy öngyilkos haj. Ha ide néznél, uhú. Nem tovább az egyik. Nem, jó. Okay. Szóval tartod ágya alatt egy puskát, egyszer csak azt mondja, na most elege van, elővesz a puskát. Tedd le azt a puskát, Gyuri nem tette le, megfogta, lelőtte. Eltalálom minden a marzsáros kanállal. Szerintem nem, hozd a puskát. Hát ez hogy működik? Szegény kubik pedig fogta a pát, lehullott, és be is végezte. És a szomszédhoz esett egyébként. Igen, a szomszéd férfi tett feljelentést, mert hogy csattanást hallott, majd az udvarára esett ugye a döglött madár,
és megállapították a rendőrök, hogy légpuskával leszették a madarat. Na most tegyük már fel, az egyébként nem is annyira költői kérdés, ha valakit éveken keresztül zavarnak a kupcserepek alá befészkelt madarak, akkor annak úgy nem jut az eszébe, vagy nem beszélget esetleg olyan ember, aki az eszébe jutatja, hogy vannak úgynevezett madárvédők, meg olyan emberkék, akiknek ha esetleg oda telefonálna, oda szólna, hogy zavarják őt ezek a madarak. Nyilván ez így működik, nem persze. Jön, érted, egy mire? Madárvédő, arra jön ki, hogy beteg madár van nála. Hát szerintem a kubik az jön ki, mert zavar a madár. Mert egy fokozatlan védett fajról van szó. Jó, de ne legyünk már az álnaivak, szóval ne feltételezzük az egyiknek, hogy légpuskával az ágy alatt alszik, és lelő egy madarat, az előtte felhívja a madártani intézetet, és megkérdezi, hogy mondják már el, mi az eljárás, mielőtt agyonlövöm ezt a madarat. Esetleg fel tudok mászni egy szákkal, egy hálóval, egy nem tudom mivel, és le tudom szedni azt a madarat. Babói félékre gyanakszok. Mutatom a hangját, szerintem mécsek. Így van, uram, tegye le a telefon, csalogassa elő valamivel, és hozza be nekünk ezt a madarat. Érted, vagy mi egértettemmel kellett volna rohangáljon az udvarán, hogy jöjjenek utána a kuvikok? Érkezett egér? Nem, hát etetés céljából. Gyerekek, mondjuk volt már ebben az országban azért hasonló eset. Azért igen. Ugye? Igen. Csak úgy mondom. Sajnos. Volt már, akit idegesített a madár, aztán csúnya vége lett. De ehhez valami elképesztő egyszerűnek kell lenni. Hogy lelőjél egy madarat, hát ez... Fogsz egy marék kavicsot, kiszórod, tényleg, hát nagyon sok eszközöd vagy elkergeszted a madarat. Még kell lenni? Most mit csinál, dobálnád a palát kavicsot? Nem, tudom a Juliról például, hogy egy marék kavicsot tart az ágya alatt. A Juli. De ő ami a szellemre Juli. Tartja. Igen, ő mindig kidobja és jósol belőle, persze. Nem, neki vannak cseregő szarkái. Aha. Cseregő? Nem is mit, akkor beregő. Jó, kergő, meregő, kikergő, bekergő. És kavicsal dobálja őket? Igen, hajnali 4-kor megjelennek a cseregő szarkák, és akkor egy marék kavicsot kiét az ablakon, az, hogy az ablakon be van zárva. Üvegcsörgéstől elrepülnek. Azt mondja nekem, hogy Júli, legalább nyisd ki az ablakot, így nem fognak elmenni, tudod. De a hangra viszont elrepülnek. És egyszer már kinyitotta az ablakot. Nem, ezért tartja az ágya alatt. Mert a Mirónak túl hangos a Kalasnyikov. Nem örülnek, ha bekerül. Ismeri a párját, és még ő inkább ő intézkedje, mint a Miró, érte. De tényleg nincs itt ilyenkor egy normális feleség, hogy bárki, de annyira nyomorult ére. Úgy sajnálom ezt a madarat. Én azt nem értem, hogy őt zavarta, de a szomszédot nem zavarta. Azért látunk erről egy felvételt, tehát hogy látjuk, hogy valószínűleg ugye nem tudom, jól emlékszem-e, de hogy a hang minden irányba terjed. Tehát, hogy az, ami kubikkal a te házadnak a tetején, vagy a cserepei alatt, az valószínűleg ezt a szomszédot is, hát meg a mellességet, ami szomszédot is legalább annyira zavarja. Hát azért, amiért te ordibász, lehet, hogy én meg se szólalok, hát más vérmérsékletű volt emberünk. Átvette a kubik rezgést a ház fala. Ja, a kubik hangját, és pedig ott nagy tér felerősítette. Akkor egyébként mi van? Kijön a rendőrség, teljesen egyértelmű, tetten ér és lelőtted. Körberajzolják a kis szárnyait krétából. Igen, ott fekszik a madár, igen, lerakják kettes, hármas büntény, négyes jelöltes. Igen. Kell egy gyilkos fegyver? Hát annélkül nem mondhatják, hogy te lőtted le. De megnézik az összes lakót, hogy kinél van légpuska? Igen, kinek van olyan. Házkutatás nem tudnak elrendelni, vagy jelentkezett a szomszéd, hallok egy puffanást, én még nem tudom, melyik lakó lőtt. Nem, mindenkit berafiázatek. Azonnal kivegy a tek. Őket, érted, és mindenkit a biztonság kedvéért. Tehát ő feladta magát, mert én hallok egy madarat, egy csattanást, és nem, a kertem besik egy madár, én igazán nem biztos, hogy tudom, az lelőhet, azt lőri 50 méter távolságból, és hogy lett meg az ember? Honnan, igen, honnan tudják, hogy ő lőtt? Tehát akkor neki elő kellett hozni a gyilkos fegyvert. Nem tudott ezzel a nyomással együtt élni valószínűleg. Igen, hogy megöltem, mert hogy én fölhívom. Feladta magát. Tehát úgy kiment az utcára, és akkor igen, hátra tette a kezét, és lefeküdt a földre. Istenem, hogy milyen buta emberek vannak, nem? Hát sajnálja az ember. Nyilván van erre ezer módszer, hogy egy kuvikot elköltöztes, vagy elüldöz, még az is jobb, mint lelőni. Vannak ezek a furcsa emberek, ezek a madárvédők, meg állatvédők. Kérdezni, mi van a rádrág, be tudod, vagy tekelt ez zaj. Tehát, így... Akkor lehet, hogy egy idő után, igen, mondjuk a kuvikot egy évig bírta, téged két évig bír, és paf. Mármint lehet, hogy a Balázs beköltözik a kupcserek alá. Alá. És azt mondja, ő azt mondta, hogy mellé akart lőni. Aha. Igen, mellé akart lőni. Csak a kuvik védte a családját. Tehát a nagy kuvik mellé, csak a család. Szerencsétlen kismadár. Na mindegy, hát igen. Egyébként 100 milyen madarakkal forint. Vagyunk. 100 ezer forintot kell befizetni? Értéke, tehát, hogy itt ez ilyenkor te kifizeted a büntetést, és egyébként kinyilván vagy. De beadom a központi költséget is, hogy a rendőrség megbüntet, és befizetem a rendőrség. Biztos van egy ilyen nemzeti madár alap.
annyi nemzeti dolog van már, és annyi a lap, hogy simán van egy nemzeti kuvik alap. Egyébként érdekes, hogy ilyenkor ezt hova fizeted be? Most én befizetem a rendőrségnek, attól még a madarak nincsenek bejebb, se aki a madárvédelemmel foglalkozik, hát most beugrik a központi költségvetésbe, attól a kuvik családnak miért lesz jobb? Meg hát a pénzbüntetés önmagában nem tudom, hogy visszafogja ezt, aki egy, majd a következőt lelövi. Hát és szerintem 100 ezer forint igen, az elég nyomatékos érv. Nem tudta emberünk, hogy tudja fejből, hogy mennyi egy kubik. Gólya 6 ezer, kubik 100 ezer, gatyás kubik 250 ezer, érted? Van gatyás? Van egyébként gatyás kubik. Van ilyen. Gatyás nem kubik. Szereti, hogy ráadják be. Igen. Kicsit mindig tiltakozik, de utána azért valahogy felveszi mindig. Tényleg van ilyen, gatyás kubik. Most azt hittek, hogy ne. Szerintem egy kicsit, igen. Ez is madár a fejemben. De milyen gatya? Melegítő. Melegítő, na, de a fostos bukátok kérte kölcsön. Gondolom, úgy néz ki, hogy tiszta. Persze, igen. A sisakos kazuárnak meg egy tűzoltó sisak van a fején, persze. Nem, gatyás kubik, gondolom a szőr vagy a toll úgy néz ki rajta, mint ha lenne rajta egy gatya. Ezért gatyás kubik. Ez a neve. Jó, tényleg jó kimagyaráztat. Na mindegy. Mondtad, hogy mondani akarsz valamit a játékra. Ja, igen, mert az van, hogy vannak ilyen idegesítő hangok, de vannak olyan hangok, amik megnyugtatják az embert. Tehát, hogyha például mondjuk egy kuvikról van szó, akkor az idegesíti az embert. Viszont olvasd most egy cikket, hogy vannak olyan hangeffektusok, meg hangok, hogyha amik folyamatosan ismétlődnek, akkor az ember lenyugszik tőlük. És elolvastam ezt a cikket, és rádöbbentem, hogy hármunk közül valamelyikünket folyamatosan le lehetne nyugtatni, aki egyébként szerintem a leghajlamosabb hármunk közül a kiakadás. És mindjárt meg is fogjátok hallani a hangot, mert zsület behúzattam, hogyha esetleg egy megszóláson keresztül ezt tesztelnénk, hogy mennyire nyugszik le az illető a most következő hangtól, rögtön tudni fogjátok, hogy kinek címze. Istenem, de szép ez. Mi ez? Micsoda, te ezt nem ismered föl az első másodpercben. Én arra gondoltam, hogy esik az eső. Te. Konkrétan a sülő szalonnának a hangját úgy kezelik. Ne dumáljál már, hadd élvezzük. Ja, ne idegesíts fel. Terápiás jelleggel használják. Terápiás jelleggel. Igen, mert hogy lenyugtatja az embereket. És én, amikor erről olvasom, rögtön tudtam, hogy ezt be kell vetnünk. Akár egy teljes megszóláson keresztül, hogy Ferit mennyire nyugtathatja le jó, ez a hang. Tedd át nekem ide ilyen effektparkba, léci Zsű, jó? Feri, jó. Bármikor kiborul, mert nem tudom, beszólunk a kolbászra, vagy bármi. Tolunk egy kis ülőszalonnát. Tolunk egy kis ülőszalonnát. De várj, tehát ez orvosilag aláírt, hogy terápiás jelleggel használták? Igen, kimutatták. Volt erről egy cikk? Igen, egy tudósok, hát nyilván biztos brit tudósok, de hogy megállapították, hogy ez például kifejezetten megnyugtató. Muti, csak nem a hangot, várj. Nem kezd el dolgozni az agyad, a sülő szalonna illata, az nyáladzik a Feri. Ahogy elindul a szádba, a gyönyörű fehér kenyér, ide berakva az ujjat közéért, tehát rá. És itt mi rá beraktunk egy érce mellett, a frituba, vagy itt mit raktunk be? De ott folyamatosan rakják be a kis angol szalonna darabokat. Látod, hogy mindig legyen friss pezsgés. De kinek rakják be a hangot? Tehát milyen fajta terápiás célra? Most, ha ideges vagy. Nehogy már ne értsd! Adjál már egy kis hangot, hogy De jól működik. Boncolgathatjuk egy ideig, mert 26 perc. Én nem tudom, én nekem... Beteg. Nem érzed, hogy jobb, hogy olyan nyugodt, olyan szerintem otthoni. Szerintem egyébként tényleg van benne valami. Olyan otthoni a légkör, egy vasárnapra. De, az úgy jön, az na, úgy jön. Mindjárt a tojást mellé ütöd. Ott is van. Látod? Hogy na, hogy ne szívassatok részt. Ez volt. Konkrét tojást ráütöd. Friss kenyér, kis paprika, paradicsom. Ez igen. Hogy vettük fel ezt hangot? Valaki otthon sütött valamit, és te felvetted? Tessék? Ez tudományos, nem mi vettük föl. Ez van. Hát azért elolvastam ezt a cikket, majd küldd már. Megérkezett! Megérkezett a kolbász, Feri. Nem, most szortad, most levetted a szalonnacsikokat, és a hagymát dobtad most rá, amit alá fogsz pirítani. Ez működik. Én érzem. Ugye, hogy milyen jó? Én már azon stresszelek, hogy ablakot kell nyitni. Az baj, basszus, hogy takarítani kell. Gyomrom. Hogy látom az össze, ezért tűzhelyet. Én ettől nem leszek nyugodtan. Mi érdekel téged? A füst van, olajszagú leszek. Hát jó nálatok. A gyerek odajön, belenyúl, vedd már le odaig. Megyünk már, éhes vagyok. Nekem ebben semmi nincs. És mi lett? Levettük? Ez a tojás. Szerintem ez teljesen rendben van. Nem érzed? Semmit. Az otthont, a melegséget, a családot. Az baj, hogy ti oda tesztek egy tojás sülni, akkor már, ahogy hívek, már biztosítom, már készítve a csektőt. Igen, ki fogja adni biztos, hogy ott hagyja.
Hát jó, oké. Meghallgattuk. Miért, te mire nyugszol, meg milyen hangra? Ez egy teniszütő? A Viki horkolására. Amikor a Viki végre alszik, és azt mondja, most már hagyjál, elég volt. Jól van, kicsim, nagyon ügyes voltál, de most már hagyjál úgy. Akkor kiengedek. Addig készen létbe állok érte. Háromszor, mert te se vagy a régi. Kicsim, 1:30 van, aludjunk. Ez a kedvenc mondatok. Na jó van. Hát, mázi mások vagyunk. Szóval engem például Kubik hangja sokkal jobban megnyugtat. Kubik hangja százszor jobban. Zsúl, leveszed, mert megőrülök konkrétan. Tehát, hogy... Nem őrülhetsz meg. Na, játsszunk egy jó kis hármasugrást, jó? Már itt is van a hallgatónk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello. Erika! Sziasztok, igen. Hello, Erika! Hát nagyon izgulok, most először játszom veletek. Komolyan? Igen. De miért izgulsz? Hát, nem tudom, olyan kis druk. Van egy kis druk? Igen. Honnan hívtál minket, Erika? Sopronból. Sopronból. És akkor egyedül játszol? Igen, most egyedül. Mivel foglalkozol? Hát varrónőként dolgozom Ausztriában. No. Nagyon szeretnek minket a varrónők. Nagyon sokszor telefonál. Meg az Ausztriában dolgozók is. Gyerekek, sok az... idő van hallgatni titeket. Igen, hogy egy nap egy valaki már külföldről hív minket, hogy úgy hallgatok, hogy te vagy a második, és még csak hétfő van. Én most Sopronban vagyok, úgyhogy majd érdem. Csak átjársz? Igen. Van valaki, aki nem jár át Sopronból Ausztriába? Vagy mindenki ott dolgozik az ismerőségtől? Sajnos muszáj, szóval 80%. Atyis, és ki van Sopronban? Hát, akik meg nem soproniak, és úgy jöttek ide Sopronban. A szlovákok. Hát nem. Azok már nem mennek szerintem. Elképesztő. Szlovákoknál a csehek nyilván. Elképesztő. Egyébként tényleg, hát nyilván ember legyen a talpán, aki marad, szóval, hogyha jobban fizetek, hát közel is van. Persze át kell menni, nem ez, csak hogy közben itt meg már olyan munkaerőhiány van, hogy nem találsz sofőrt, a kamionokra nem találsz péket. Hát igen. Mondjuk vendéglátásban kezdtem, szóval azt 7 évig kint csináltam, előtte meg itthon, szóval azért az ember tudja, hogy ég és föld a kettő között a különbség. Hát hogy ne, hát balatoni helyek panaszkodnak, hogy oké, hogy te nyitsz egy éttermet, meg oké, hogy a vendéglátás akarsz, nem tudom, szerencsét próbálni, de hogy nem találnak szakácsot. Nincsen pincér. Hát, és ugye csak egy bizonyos szintig tudsz emelni, nem tudsz versenyezni a külföldi bérekkel. Hát és nem. Valahogy egy minimális béremelésre próbálják őket hazacsalogatni. Illetve most az a duma, ami nem duma nyilván, hogy gyere haza, ugyan nem tudunk annyit fizetni, de nem kell annyit dolgoznod. Vagyis szabad a hétvégéd, és ezen néhányan elgondolkoztak, hogy mondjuk nem 14 órát állnak bent, csak mondjuk naponta 8-at, 5-ször. És hát amikor... ezt meg nem tudják megcsinálni. Tehát lehet, hogy ezt mondják, ezt ígérik, de hát ezt nem lehet kivitelezni egy vendéglátásban. Tehát nem tudod, akkor szombat vagy sem nem vagy nyitva. Persze nem, hanem akkor oda mást vesz föl, és úgy garantálja neked a mondjuk az 5x8 órát, és azt mondja, hogy ugyan nem kapsz annyit, de nem is dolgozol annyit. Néhányan erre hazajöttek, de hogy valami iszonyat hiány van. Azért ezt nem jó hallani. Hányszorosát keres ez ember? Körülbelül ezt mindig megkérdezzük, nem pontos összeg, nem a pénztárcádban a turkás, csak nagyságrendileg érezzük, hogy... Így, ha a szezonban dolgozol, és azt mondod, hogy mondjuk tényleg rengeteget dolgozol azért a pénzért, tehát, hogy nem mondjuk egy hónapban 220 órát ledolgozol, akkor akár a 4-5-szörösét is. Atyaisten! Tehát, hát, hogy itthon is dolgoztam 90 000 forintért, és ugyanúgy mondjuk délután 1-től reggel 5 óráig, és ugyanúgy 12-14 órázott az ember, csak hát nem mindegy, hogy 90 000 forintért, vagy 4x-5x annyi. 12-14 óra munkával 90 000 forintot kerestél? Igen, plusz a jatt, de hát mondjuk azt, hogy 131 hónapban. Milyen jattot kap egy varrónő, vagy hol kapsz? Nem, hol, nem ez még a vendéglátás. Ja, vendéglátás, bocsánat, jó. Beszélünk, ez még a vendéglátás. Aha. Volt. És ennek a 4-5x-öröse. Így van. És varrónőként hányszorosa? Hát nem tudom, hogy varrónőként itthon hogy keresnek. Én egy nyugodt állást akartam a vendéglátás után, és ezt valahol megkaptam. Tehát, hogy ledolgozom a 8-6 órámat, és hétvégén szabad vagyok, ilyen munkám sose volt, szóval, hogy és mellett használok, amit akarok. Úgyhogy ez a... Itt egy átlag alapfizetés, ami ugyanúgy az itthoninak mondjuk a... ugyanúgy a legalább a duplája, hanem a háromszorosot, tehát egy átlag osztrák fizetésről beszélünk, ami 1000 euró fölött van, ugye az a minimálbér, úgymond, teljesen mindegy, milyen szakmában dolgozol, tehát beszélünk 300 000 forintról, akkor már az is a háromszorosa a 100 000 forintnak, amit itthon keresnek az emberek,
akár egy boltba, tehát most... Azt a mindenit. És a főnök megengedi, hogy hallgassátok az ő Drake-t. Hát van osztrákok is, akik hallgatják az osztrák rádiót, de mi ott magyarok hallgatjuk a magyar rádiót, úgyhogy nem szólnak értem, mert külön el vagyunk szeparálva. Kell nyelvtudás, vagy előny, ha az ember beszéli a nyelvet? Hát mondjuk egy vendéglátásban mindenképp. Nem, most egy a baronában, hát azért kell, hogy megértsed a munkatársadat, a főnöködet meg, hogy mi a dolgod. Ha jól csinálod a dolgod, elég minimális is. De nyelvtudás nélkül azért nagyon merésznek kell lenni ki, hogy valaki... Tehát jó, mert az ember azért arra ragad, fél év alatt egyébként összeszeded, jobban keresel háromszorosat, megtanulsz egy nyelvet, hát milyen szenzáció. Zibzár, ziherhelyt. Hát, igen, azért itt Sopronban valahol így nőtt már föl a generáció, szóval hogy itt a német az, amit hát már hogyne. Konvertek az emberbe már gyerekként szinte. Mint hogy angol. Igen, hát szörnyű ez a lemaradás, nem is tudom. Mikor fogjuk ezt valaha behozni. Hát igen. Nem tudom. Na figyelj ide, csak egy kicsit, hogy vidámabban menjünk tovább. Milyenek a kérdések, Jani? Ja, szerintem könnyű. Igen? Abszolút. Így szól az első. Mi az elektromos feszültség mérték egysége? Volt. Ez. Menjünk tovább? Igen, persze. Nem. Így szól a második kérdés. Hány országot neveznek Benelux államnak? Hány ország van benne? Három. Luxemburg, Belgium. Na jó, nem kell brillírozni, na, elég volt a három. Ja, nem, csak fordva. Nagyon jó vagy. Ne, Lux. Ennyi. Belgium, Nederland, Luxemburg. Nederland. Mehetünk tovább? Igen, menjünk tovább. Morning Show-s óráért így szól a harmadik kérdés. Melyik sportág négyszeres olimpiai bajnoka, a nemzet sportolója, Kulcsár Győző? Kulcsár Győző? Hú, ez jó kérdés. De szép kérdés. Pedig sportoló vagyok. Mit sportol? De hát most triatlonozóban. Vívó. Úgy van. De jó vagy. Valaki berohant, vagy meglett az interneten, vagy hogy? Az interneten sikerült megnézni gyorsan. Nem, szóval, de beszéltük közben végig, úgyhogy ezt megadjuk. Ügyesen terelt. Ügyes volt. Jól van. Köszönöm szépen, örülök meg nagyon. Na, látod, Erika, nem volt ez azért annyira félelmetes. Jó volt, köszönöm. Puszilunk, köszönjük. Köszönöm szépen, én is. Sziasztok. Ciao. Hello. Ezer eurós minimálbér. Igen. Az most mennyi? 300? Hát több felett van. 300 körül. Mikor, hogy? Igen. Mikor vagy? Hogy áll a forint, euró, igen. Most 312 körül van az euró. Na jó, van, elmenjünk egy picit szünetre. Jó, egy picit reklám, aztán jövünk a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. Csak hogy jobban induljon a hétfő. Ettől a sikoltozással. Egy kis House of Pain. Jump around. De jó kis dalocskát. A rossz arcú írek. Igen. DJ Oti retro napját felvezetjük ezzel. Istenem. Lesz ilyen is, ha nagyon akartok. Lehet. Mit beszéltünk, hogy a Szabink előtti pénteken. Szabink előtti pénteken akkor kicsit retrozgatunk újra. Fél éve nem volt retro nap. Csináltunk egyet. Van már egy-két musika, jó, amit kigyűjtöttem. Már alig várom, hogy merev testtel ugráljunk és mutogassunk. 3:10 lesz pontosan 4 perc múlva. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Károly Hercegről igencsak kompromitáló fotó készült. A Globe magazin fotókkal bizonyítja, hogy a brit trónörök és a férfiakat szereti, és van egy fiatal meleg szeretője. Hát, azért második Erzsébet királynő arcát megnéztük volna, amikor realizálta a helyzetet, és valószínű, hogy ezt már mondta, vagy a hozzá közel állók már mondják, hogy át is ugrott Károlyon, nem örömében nyilván, nem bakugrással, hanem az utódlási sorrendben ugye hát azt mondta, hogy akkor neki szánta ugyan a trón, de az utolsó összetépni a papír. Az utolsó mozzanat volt, így hát Vilmos lép előre. Megkérette a pergament és kiúzta róla. Így van. Károlyt kicsit balra félreállítják. A fotó egyébként tényleg kemény, ha megnézed, azért nagyon ilyen rajta kapott hangulata van. Nehéz mit mondani. Szólt neki egy, hívják be a bulibárunk. Igen, arról beszélgettünk, hogy mit mond ilyenkor az ember, egyáltalán hogy kapja el az embert a Globe magazin fotósa. Károlyról azért azt gondoltuk, hogy ha vannak is ilyen ügyei, akkor azért azt úgy oldja meg, hogy ez mindent diszkrétebben csinálja. Róla egyébként már többen nyilatkoztak az udvartartásban, és állítólag nekem már nem ez az első ilyen esete, hogy fiatal komornyikokkal, meg lovardát vezető fiúkkal azért úgy össze-össze
söndörödöd, de ez most minden esetben nagy bukta, hát áll a bál. Vilmos azt mondta, hogy rendben, akkor nem is látogathatod az unokákat. Szóval kemény. Ezt mondjuk nem értem. Kemény balhé van. Tessék? Ezt mondjuk nem annyira értem, ezt az unokát... Igen, hát most eltiltod. Most papa kézik félrement a nádasba, hát most érted? Hát most, na. Nem, de lehet jó nagypapa, Iva, hogy ne lehet. Persze. Le, csak hát nyilván a király családnak is azért erre reflektálni kell, hogy ők azért. De az egyébként vigasztalja most Károlyt, hogy ezekben a nehéz pillanatokban mellettem a Rob Halford és Elton John is. Igen, szegény Kamilla azért se lett. Az se lett könnyű. Igen, az első volt, aki felhívta Elton John, tudjuk, hogy megkárol. Ezek a nehéz pillanatok, de hamar elül a balhéga. Vállalt föl minél előbb, annál könnyebb. Igen, szóval erről beszéltünk, hát nyilván a király családnak egy ilyen ügyet eltusolni, meg egyáltalán megoldani nem egy egyszerű élethelyzet. Valamint felhívtuk Pakman Pétert, akinek gratuláltunk, azt gondoljuk, hogy ő nagyon megérdemelte ezt, nagyon szerethető volt a nagy duettben, és ha valaki vagy valakik megérdemelték a díjat, akkor tényleg ő és Szilvi. Úgyhogy hát Péterrel beszélgettünk, hogy milyen az, hogy 20 év után az embert megszerették. Kis túlzással, de ez ő nyilatkozta, ne nézzetek így. Ezt a Pakman nyilatkozta, hogy 20 év után végre mogorva híradósból ő előlépett egy szerethető fickóvá, és a benzinkúton ugye hátba veregetett és fotót csinálnak vele. Kis lépés az emberiségnek, de nagy lépés a mokkában egy új kanapé felé. Mi nagyon szorítunk, hogy Péter ezt megkapja. Mutatjuk már is a nap legjobb pillanatait. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan. 10 óra. Csabi, jó reggelt! Hello! Várjál, adlak! Hello. Jó reggelt kívánok, szevasztok! Csabi, mi újság van? Jó volt a hétvége, minden oké? Okay? Tele volt focival a hétvége, természetesen, így a nyári zárás előtt idén utolsó tornáit letudtuk, de voltunk moziban is, megnéztük a Pelé című filmet, azt nem tudom, láttatok, hogy hallottatok el róla. A pelikán. Volt egy pelikán. Az igazság, hogy nagyon-nagyon sok filmet rettenetesen hype-olnak, és nekem úgy tűnik, hogy ezt a Pelét egy kicsit elhallgatják, nincs is folyamatos vetítés, tehát hogy vasárnap egyszer lehetett megnézni, és mi ezt megnéztük. Én nagyon szentimentális vagyok, ez már többször kiderült, de hogyha végig tudod nézni, ezt nem tudom, annélkül, hogy egy pillanatra is elszorulna a torkod, akkor érzéketlen vagy. De mi a történet? Nem ismerem, mi történt. Pelének a történet. Hülye, csak itt. Ja. Mi a sztori? Nem tudom. Egy híres kosárlabdás lett, aztán ismerem ezt a sztorit, ezt a Pelé történetet. Miről szól röviden? Egy kis rágcsalóról, egy magyaros Pelerről. Elhúztanak a szülei, és pedig világám. Pelé elindul szerencsét próbálni. Igen. Hogy lett a, nem tudom, a valamelyik az első fizikai jó. Kicsit benne vagyok ebbe a sztoriba, nem? Hétvégén foci esemény, este moziba Pelé, tehát még egy kis PlayStation este a FIFA 08-at játszottok, tehát azért, hogy kicsit úgy bevagytok most úgy szűkülve, nem? Azért mondom, FIFA 16, Pelé film, hétvégén foci, tehát van egyfajta út, ami most azért, hogy elindult a család erősen. Van a fejünkön egy szemellenző? Úgy érzem, picit beszűkültetek. Laura próbálja folyamatosan ezt a szemellenzőt venni rólunk, de hát jön az EB. Hát. Az is igaz. Ja, hát. Jézus, most vettetek nagyobb tévét hitelre, nyilván. Nagyobb a tembe. Jó ötlet volt az EB, jó ötlet volt a Provida. De már meg hogy anyád lett a kezes. Karcsi barátomtól rendeltem már, mert neki van több is, egy ilyen vetítő, amit a Szaletliben fel tudunk rakni, és akkor egy ilyen... Hol máshol, mint a Szaletliben. Van lepedő vászorra kivetítjük a képet. És kinek drukkoltok most a magyarokon kívül, mert nyilván nem bűn, azért mások is drukkolni. Hát addig a magyaroknak, és okay. Aztán, amikor a magyarok már megnyerték a döntőt, vagy ameddig eljött. Nem tudom, tehát, hogy én gyerekkorom óta olasz drukker vagyok, de nagyon szeretem a holland focit, csak ők ugye most nincsenek ott, így a hollandoknak nem tudok, de nagyon bírom például a horvátok játéstílusát, bírom a spanyolokat, tehát igazából nincs olyan, akinek szerintem nagyon drukkolok. Szóval ki odaér, érte. Jó, kicsit ez. Hogy nem drukkolok, hanem hogy... minden meccs után. Örömmel nézem, és nem sírok senkiért. A magyarokért fogok. Mindig vidáman fekszetek le, egy komoly drukker az ugye kikap a csapat, a kész, leúzza a redőny, feketében vége van. Ti mindig vidám. 3-2-re ezt is beúz. Nektek mindig jó, az a bázik mindig boldogan fekszenek. Ez egy fontos dolog. Hát, jó, hát szombaton nem voltunk annyira boldogok, amikor a magyar válogatott kikapott a Németországtól. Jó, azért legyünk őszinték, szóval 9 világbajnokkal álltak föl, azért nagyon más nem vártuk, ezért reális eredménye most a magyar futballnak. Örüljünk, hogy ez most 2-0 lett. És még ugye azt is megnéztük a hétvégén, plusz... Nem volt túl jó meccs, nem olvastam róla jó. Nem volt túl, én bealudtam rajta egy kicsit. Oh. Plusz még péntek este, az is már a hétvégéhez tartozik, megnéztük a Magyarok a Barszáért című filmet, az DVD-ről, azt is nézzétek meg. Jézus, atya úristen, milyen magányos lennék nálatok egy vasárnapi ebédet, de jó Isten, megjelennék oda egy ilyen fédereres pólóba, tudod, és
és egy ilyen garoszos sztorítot előadni, hát, így nézne rám az Abázics. Azt gondoljátok, hogy a Laura áldozat? Kicsit ez a... Igen, hogyis. Három férfival szerintem igen. Úristen, hogy kell felszolgálni a vacsorát? Dekázik közben, vagy fejelgetni kell? Tehát mi? Atya úristen. Hát amikor kiderült, ugye, hogy a, annak idején, hogy a második gyermek is fiú lett, akkor ő őrült a legjobban, hogy de jó. Hogy, jön hogy a kis már, Ronaldo. De nem, hogy azt már tudja, hogy egy fiúval milyen, és akkor milyen jó, hogy akkor ez most megint olyan lesz. Hát lehet, hogy most egy kicsit bánja. Hogy... Csodálom, hogy nem Abaházi Ronaldo lett, nem? Ja, igen. Hallunk azért már ilyen nagyon sokat. A kis Ronaldo, hogy megérkezett. Van lehetőség a névváltoztatásra, tehát bármikor lehet Abaházi Messi. Igen, Abaházi Cantona. Ha, és sem. Amikor beasztod egy meccsen valami, hogy így megrehetsz, és akkor izéd fel, és anyád a les! Nem, a Rómeó rám szólt. Apa, mindjárt elalszol! De mi is ott ülnek a gyerekek, aki német-magyar előtt 90 percig masszívan. Nyomkodják a telefonjukat, meg közben nem tudom, most a Demeter kapott egy gördeszkát, és megy körbe-körbe a lakásba, tehát őket például ez a meccs annyira nem kötött. Én nézni fogom az EB-t, meg nagyon drukkolok a magyaroknak. Tök nagy dolog, hogy egy olyan generációhoz tartozunk, ahol egyébként van most világverseny a magyar válogatott. Tehát isteni szerencsé, hogy egy komplet generáció nőtt úgy föl, hogy ezt nem élhettem meg, hogy ez kimaradt. Ez nagy dolog, de mondjuk egy ilyen német-magyar a halálra tudnátok engem kínozni nálatok, hogy ilyen 90 percig ülök ott az a bázékkal, rohadt magányos. De csak hogy azért, hogy ne kelljen most megírni a drága SMS-eket a hallgatóknak, hogy amikor az vízilabda EB volt itt Magyarországon, akkor arra is kimentünk, kivittem a srácokat, tehát hogy mi más sportokat is ismerünk. Hát van, aki a tenisz, van, aki a foci. Ez ugye foci, csak mély a talaj, nem? Figyelj, ez nem beszélnem, ez tök jó. Tehát valamiben megtalálni a rajongást, elköteleződni, vagy ilyen fiatalon már valamit így szeretni, és a gyereket az éltetés, edzésvájára is nézni, ez tök jó. Sokkal rosszabb sorsú gyerekek azok, akik 15 évesen még mindig kóvályognak, és nem érdekli őket igazából semmi. Tehát ez tök jó. Én is mindig biztatom őket, de most, hogy szétrúgták a garázskaput, vettem nekik egy foci kaput, ami betöltő a kertet. Igen, lehet, hogy egyszerűbb lett volna ezzel így itt az, de jó, hát jobb később, mint soha. Jól van, Csabi. Hát ez. Így. Hívjuk a nap hallgatóját, aztán elköszönünk. Nem akarja ő ezt. Monika. Kis bizonytalan vagy, hello. Azért csak kijött, kivártál egy kicsit, igen, kivártál, hello, hogy hívnak. Tamás vagyok. Fiatal. Tamás, nagyon dolgozol már, ha jól halljuk. Igen, pont most kezdődik egy értekezve. Ó, azért volt ez a kis morning show. Nagyon kis visszafogott voltál. Hogy Károly Herceghez kapcsolódva írtad az SMS-t nekünk, ugye te, mint Károly Herceg sajtósa próbáltad megmagyarázni ezt az ügyet, hogy mégis mi történt, erre kértük hallgatóinkat. Szellemes volt, amit írtál, odahajolt, megkérdeztem, merre van a Kensington Station, s már ment tovább. Ezt írtad nekünk, úgyhogy szerettük az SMS-edet, Tamás. Te vagy a nap hallgatója, jó? Mit dolgozol, tudhatjuk? Hát egy nagy multicégnél dolgozom. Egy multicégnél, nagy multi cégnél. Menjen, ne legyen balhé, elengedünk, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Oké, köszönöm szépen, sziasztok. Ciao. Szia. Hello, ciao, ciao. Abaházi Messzó írja valaki. Csabikám, remek zenék lesznek? Nekem a Rákóczi Kannaváró még jobban tetszik, azt is megírták. És hozom nektek Pál Dénest, ha már beszéltetek ugye Pakman Péterről, meg a Pakman Péter kapcsán arról a műsorról, pont a Pál Dénes volt a Demcsáknak a párja a nagy duettben, és közben nem tudom hogy, de volt ideje még egy új dalt is elkészíteni, amikor az a címe, hogy Ott van. Hallgassátok meg. Na, betyárját, de lázba jöttem. Ja. A Demcsáknak küldenék egy Madonnát, mindegy, még az a lényeg, hogy Virgin legyen. Jó is az. Egy jó kis Virgin mojito. Meg se hallottam. Egy perc van pontosan 10 óra, Csabér, a kiválság műsor 555-55-00 a telefonszám. Holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.